uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás királyai, Balázsék! A műsor, ami bearanyozza a reggeleket. A mosolygós, serbógyilkos Ráskó Eszter! A kör közepén, akinél még a fakanál is vigyázba áll, Rákóczi Feri! És a káosz király maga, akinek szavait egy ország issza. Biztos nem találták ki, hogy kiről van szó. De igen, bizony, ő lesz az Szebestén Balázs! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék! Hat óra után 13 perccel itt vagyunk, jó reggelt kívánom mindenkinek, hello Feri, jó reggelt, hello! Napfényes, jó reggelt! Jó reggelt kívánom! Hordagyúdira indul, én vagyok az. Gyerekek, csukva vannak a szemeid. Eszter rottyon van, az a helyzet. Én nem kicsit vagyok rottyon, hanem maxi rottyon vagyok, de azon gondolkodtam, dobjuk be a törölközőt, engedjünk el mindent, és most lesz a legjobb műsor. Gyerünk, vagy ez van, vagy kifekszel a kanapéra aludni, melyiket választod? Azon gondolkodtam, hogy ha leállítom a szerveimnek a működését, csak a létfontosságúakat hagyom meg, akkor mennyire bírom ki a napon? Akkor szerintem sokkal jobban. Hát takarék rálizod, mit tudsz leállítani? Hát az emésztést, ugye? Igen, oké. Okay. Aztán... a vérkeringést a lábadban és a kezedben, hogy csak az agyadba menjen. Így van, így van. Úgyhogy kösz Kecskemét. Jól elintéztetek. Ennyit mondanék. Nem kell duplát vállalni. Hát szerintem se. A dupla kemény. Nagyobb műfázakat kell építeni Kecskemétre. Mennyien voltak tegnap? 1200-an. Akkor legyőztél, nálam csak 1000-en. Láttak a Lúriházból, oda szoktam elni macskasimogatóra, ahol felléptetek. És jó volt? Jó sikerült. Nem is tudtam elaludni, és a negyedegyig vagy fél egyig. Annyira felpörögsz, hát ezt tudod. Jaj, de ugye háromig, hát ez látszik most rajtad, hogy nem aludtál, annyi adrenalin, meg annyira tölti ezzel. Én negyedegykor még ott bambultam a telefonomat, úgyhogy nem tudtam én sem aludni. De valahogy meg frissen keltem, ellentétben veled. Igen, azt úgy érzem magam, hogy ilyen útszéli kutyapiszak, amit most egy bottal piszkáltok. Ez most az életérzésem. Nem piszkáljuk, csak arrébb rúgtuk. Ja, igen, arrébb tesszük. Sőt, hazafelé meghallgattam Dittó Krisztá, elviszem magammal a Rákóczi Feri. Na, kiment tegnap, kim volt a YouTube-on tényleg? Tegnap kitették. Vannak kritikai észrevételeim, Ferenc. Mondjad. Na, tényleg? Hol van a kollégákkal szembeni végtelen szeretet, alázat és elfogadás? Hol van ebből a videóból a... Na csak hagyd nézzem majd megint azt én meg. Igen? Balázs, meg se nézni. Komolyan? Nem kaptunk szépeket? Mi van? Na majd meghallgatjuk. Hogy hol van ez? Hol van az, hogy ez a nagyszerű társaság? Ez az... Hát ez benne van. Akkor ezt a részt rövidre vágták. Elmondtam. Kicsit igen. Hát én annyit láttam, a promó benne vagyok. Annak örültem. Hát szerinted igen. Kivel adják el? Ahogy mondtad, ha kell a nézettség, itt vagyok. A nézettséggel itt vagyok, ez a mondatom benne volt, mondom, én benne kerültem. De csak a promót láttam, még nem tudtam megnézni. De elvitt már amúgy. Már nagyon régen. Nagyon régen már. Az első körben, amikor még a Mercedes volt az... Nem, amikor még nagyon kellett a nézettség. Még klassz volt, még Klassz FM-ből vittel engem 8 éve. A te jó Isten. Azóta már próbált vinni, de már nem hagytam magam, taxiot választottam inkább. Nem mondtam, hogy nem érek rá. Bár szívesen mentél volna, de... De talán nem is erre akart, vagy másra hívott, de nem, most mondtam, hogy nem tudok valami műsorba részt venni. De vitt. És jó lett azért? Szeretjük? Igen, de hát hallod, itt a kritikai észrevétel. Művésznő megint megvan sértődve. Minimum. Többek lettünk, mint az átlag műsoridő. Azt mondta, hogy 40-45 percet szoktak csinálni, 50 valamennyi lett. Biztos, mert túl lassan beszéltem. Na, megnézem én azt, megnézem. Jó orgánum van a Ferinek amúgy. Na most állj, na most belémálsz. Én így szoktam udvarolni, Feri, tudod? Ja, hogy belémálsz és puszilok. Egy puszi. Most akkor jó? Egy pofon, egy puszi. Szeretjük? Szeretjük? Abszolút önazonos. Tehát Feri nem hozudtolja meg magát. Feri minden olyan Feris. Feris, igen. Esznek közben levágnak valamit. Nekem csak annyi hiányzik, hogy a végén elmondja, hogy hát azért egy nagy könycseppel szeme sarkába. Hogy milyen jó, hogy itt az Eszter. Azért van miért hálásnak lennünk. Tudod, csak így ennyit azért mondhatnál volna, hogy azért tudod, hogy van. Hogy is van ez valójában. Igen. Na jó, megnézzük. Az életem egy semmi. Ma megnézem. Ennyi. Vagy nem semmi sort. De már írtam rád egy hete, hogy mikor lehet látni. Igen, plusz... van-e már? Már írtam, hogy csak a spektrumon nyomorultkodtok, vagy van valami internetes? Nyomorultkodunk, hát ez a nem, formátum a így néz ki. Na oké, de hogy internetet oda este letöltöm, megnézem, ez a spektrum 16 órakor leülök, ez nem a... Igen. Ez nem az én világom, de hogy van-e neten? De akkor most már van neten. Na, nem vagy benne a magyar átlagba, ezért nem nézed meg a tévét. Ez igaz. Mindenkinél többet tévézünk. Nem lehet úgy, mint az iskolában, amikor így nem készül fel talán, mert másnapos, hogy valami berakunk egy videót így a műsorba. De figyelj, bármikor lefekhetsz, bármikor pihenhetsz, minden meg van engedve. Megúszósban, hogy így 8-tól felét hallgatjuk a Dittó Krisztával. Istenem, hányszor fektettem én azon a kanapén? Hányszor éreztem ugyanígy, hogy mozdulni nem tudok, főleg a forgatások közben utána. Most már valahogy jobban bírom, de hogy régen ugyanott feküdtem, és ott, hogy nem bírok fölállni, nem bírok beszélni. Nem bírok megszólalni. Na figyelj, itt vagyunk, érted, visszük mi ezt. Csak itt ellöttyöksz, elcsokizol, elpihengetsz. Egy adrenalinos beöntést szeretnék kérni. Hova? Hát a beöntés az csak alulra megy. Én csinálom. Na, azért mondom, hogy bármivel beöntök. Az, hogy a konfejtőszös minimalizáltan. Menj föl terpeszállásba. Menj föl gyertyába, a többi tíz rám. Jó, oké, akkor ellazulok. Addig zsűröz a slagot. Jó, amennyire tudod, lazítsd el a végtagjaidat. Hozzátok a tűzoltó slagot. Azt nem tudom eldönteni, hogy most szomatizálok, vagy tudod, már elkezdett tényleg, tehát van az egy kis ilyen hevenyén kis balkés zsibbadás, meg úgy minden, hogy úgy... Nem, ez csak ilyen pszichés. Nem, ez az az állapot, amikor a szellemi összeomlás után következik a testi. Okay. Tehát amikor már semmit nem bírja, mindenet feladta. Meddig mennek ezek az előadások? Július? Mindig azt mondta, hogy már nincs több, és aztán mindig arra zajlsz, hogy dupla. Nem azt nincs több, kevés. Hát figyelj, márciusban 22 volt. 22. Mi az, amit te 22-szer csináltál márciusban, Feri? Hát, maximum. Hát az ő korában szerintem akkor már... Meg vagy, adja csak. Megvan a 22? Az 54 az új 30. Most könnyes szemmel hallgatja ezt az egyik gyermeked a rádióban, remélem, hogy... Alszanak még. Ja, igen. Szóval, hogy a lényeg, hogy... Jó, mi a szezon? Mi az eper szezon vége? Meddig tart a szamóca? Május 31. Igen, és akkor... Azért meg az nem most van, hadd igen tempóban nyomod. De akkor nem lesznek, most már nincsenek ilyenek, mint... Hát amikor volt olyan, hogy 10-szer mentem egyfolytában, most már csak ez volt, aztán most így nyugalom. És holnap után vasárnap? Nagy pihenéseket. Miért nem dolgozol szombaton, meg péntek este? Miért akkor, amikor ide kell jönnöd? Hát azért, mert tudod, ha decemberről megüzentétek volna, hogy itt engem fogtok megzárni február 3-tól, akkor lehet, hogy úgy alakítom a naptáromat. Igen, mert összerá kellett volna üzenni, hogy figyelj, készülj, mondd le egyet, vállalj, ne csináld. Igen, ha összetudtunk volna bármit is. Ugye? Igen, össze még nem tudtuk, merre vagyunk arccal előre, csak hogy... De mikor tudtátok, hogy elmegy a Jani? Az egy folyamat volt, tehát nem az egy konkrét dátum, azt mi már azért tudtuk fél évvel szerintem. De nem volt olyan, hogy egy csomagot kaptatok, amin két nagy masnyú volt. Nem, hát azért volt egy stábbeszélgetés, volt ahol a Jani, azt a stábnak bejött, bejelentette, nekem is mondta. Nem, hát azért ez már nagyjából a celeb után azért így indulgatott. Konkrétan... De az nyáron volt? Nem, az egy évvel előtte, azt tavaly az évvel előtt novemberben. Tavaly előtt, de utána már rá egy fél évre Janinak már volt egy kérdés. Azt már tudtuk, hogy valószínűleg vége. Azt gondoltuk, hogy talán nem, vagy a Jani még esetleg meg tudja gondolni magát, vagy tudunk olyan dílt kötni, vagy menjek van át kedve. Hozzá? Tessék? Menjek át hozzá? Ebben az állapotban semmiképp. De abban mindenki tanulna. Pihenj rám. Igen. Aludjál egy kicsit, és vasárnap délután keresöl. Szervusz, János, én Ráskószter vagyok, hogy amilyet ebben. De ez most nem az a fáradtság, hogy dobjuk be a gyeplőt, mert én azt a fáradtságot szeretem, ez most a meghalok fáradtság. Pedig a dobjuk be a gyeplőt, azt nagyon szeretem, amikor az ember annyira fáradt, és annyira testen kívül van, hogy olyan adást csinál, hogy minden. Na, akkor jövünk igazán. Az a jó, az kell. Meg fog alakulni. Figyelj, használd a csoki sessionünket. Konkrétan azon, hogy több hónapnyi sikeres megvonás után most... Nyugodtan. És most egy doboz macskanyelvet toltak elé, mint a heroinosoknak. Egy pilótakekszet, bocit, macskanyelvet. Van sokobanán a kocsiban, mert tegnap kaptam, a szereted. Imádom, néha eszem méreg. Nem, tök új doboz. Azt is hoztatok föl neked a kocsiból, így áll egy kávét, és ide 8-ra be fog állni. Azt szerintem kéne a nézőktől, hallgatóktól, bárki vagy te. Igen, ott a másik oldalon. Hogy most küldjétek el, milyen módszerek kellett kihúzni magad ebből. Tehát aki 3 napig volt egyfolytában ügyeletben. Legális vagy illegális? Mindegy. Minden jó? Mindegy, csak legyen. Minden jó. És hasson. Minden jó, hasson. Mit tudok most ide kéretni neked gyorsan? Melyik haverom hol bulizik? Úgy, azt a fekete macskát, ami ott ment a borostyámba, azt nem fekete macskát nem tudok. Azt nem tudok neked kérni. Csókolom, barna macska. Csókolom. Barna macska, fekete macska. Hát oda kell figyelni, kiugrik ki a reverenda alól. Na, szóval, hogy hát azért nem egyszerű senkinek sem. Ez a balog melyik mesefigurára hasonlít? Az uborkából, tudjátok, uborka? Tényleg, uborka. Ő az uborkából hasonlít valamelyik, tényleg, az uborkából. Mindegyikre, bárkire az uborkából. Igen. Az igaz Istennek. Szeretek pedofilokat mentegetni. Igazából szerintem ebben nincsen semmi. És még mekkora lista kell, hogy lemondjam? Már most megint 160-an aláírtam. Mi ezt tudnál ragaszkodni annyira, hogy így írjanak neked 5 milliárd ember, hogy hagyd már abba. Igen, olyan jó lenne, ha eltakarodnál már, nem? Szóval ne kelljen a te arcodat nézni, hát tényleg. Egyrészt ezt meg az abban a durva. Értsőkülje vagy, meg kegyelmet, kilobbisz az rendben. Mondjál ezt, te húzzál el, kész. Tehát ebben nincs több, nem? Hát de nem lehet ilyenkor így oda menni és megkopogtatni a vállát, hogy akkor köszönöm szépen. Ráadásul érted? Hát ráadásul milyen tisztségeket visel. Pont ott kellene. Nála nagyobb közjogi méltóságok tudták elengedni a hatalmat, és azt mondja, igen, hibáztunk, lemondunk. Hát akkor tessenek már követni, még kell még őt nézni egyébként. Hát igen, meg amúgy milyen érzés lehet beülni egy emelkedett beszédjére, hogy így átszellemül, hogy elhidd neki azt, amit mond ezek után. Tehát, nem az a lényeg, hogy ő neki higgyenek, ő hisz saját magában. Figyeljetek, gyerekek. Olyan erkölcsi trónon ül egyébként, így van. Olyan bebetonozott erkölcsi trónon ül saját maga előtt az ember, hogy nincsenek kérdései. Ennyi. Hát ez elég nagy baj, nézzenni a tükörbe. Figyelj már, Zsül, nincs boostunk, ilyen piros boostunk, ez a piros, tudod? De négy. Adok neki, na, az nyomd be most. De az a legvár, amivel koffein van, arra beszélsz. Azt a múltkor már nyomta. Attól meg gyomosavam lesz, hát fiúk. Mi vagy te? Hagyjál meg, én pár kórház. Tejfölelüssük fel. Adok 80 mg koffein neked úgy, hogy azonnal vénásan felszívódik. A szívkórház nem itt van. Az kicsit arra. A boost kapszulám már nincs meg, de a boost zselém az még megvan. Az 80 mg koffein, az be fog verni. Nincs valami céges kokain, inkább. Azt most nem hoztuk be, azt elzárva tartjuk. Várjál, megnézem a telefonomat, ki tudok hívni. Curtis. Hát, ha még évre vagytok, srácok. Atika, szükség van rád! Hozzá valamit futárral. Attól fölébrednél? Na gyere, tessék. Nem tudom. Na, most egyél meg egyet. Hozzá rá egy pohár vizet, léci Zsül. Ez 80 mg koffein, és közben növényi, mindenféle héjakkal, csontokkal, magvakkal gyönyörűen megcsinál. De ez nem olyan, ami jobban felszívódik a nyálkahártyán keresztül? Ezt benyomod. Ez a nyálkahártyán van, csak mondanám nektek. Ezt benyomod a szádba, és egy kicsit tartsd a nyelved alatt a nyálkahártyába, öblögesse, csak úgy tartsd a szádba. Most nézem a Rokko filmjét, úgyhogy nagyon nehezen viszem meg ezt a mondatokat. Igen, megnéztem, nekem nagyon tetszik. Most már beindultak az események. Fú, nekem nagyon tetszik. Nagyon jó. Gondoltam rád közben, hogy neked ez biztos nagyon tetszik, mert egyrészt zeneileg teljes mértékben a bőröd alá kúszik. Nagyon jó. Másrészt pedig, hogy amúgy, ha megnézitek Rokkó fiatalon, milyen kis helykekandúr volt, azért az tényleg egy... Nekem nagyon tetszik, még ha nyomukban tartalmasak valóságelemeket, mert nem a közönséges pornóról szól, hanem a démonokról, a gyerekkorról, a megrázkodtatásokról, és mindezt egy ilyen nagyon szép mesébe szőve, hogy kicsit fikció, kicsit mese, kicsit valóság, kicsit realitás, de közben nem a hajnőt kapott el, és hogy alázta meg őket. Persze tudjuk, hogy ez is volt, de hogy mi vezetett oda, és milyen démonok, és ezek a démonok hogy vannak ábrázolva, és az a ház, ahova mindig eljár, tudod, ott vagy már, hogy eljár a házba? Nem, már túl vagyunk azon. Ja, túl vagy. Na, az is nagyon szépen van ábrázolva az egész. És csak erotika, nincs benne pornó. Nagyon jó a Netflixes sokat csalódnak akkor. Soft az egész, de közben, és elmondta Rokko is, hogy igen, azért vannak benne túlzások, de nagyon sok elem tartalma. Ilyen a fizetése, ugye? Igen, nagyon jó. Nekem az a legkeményebb az egészben, hogy akkoriban, tehát, és szerintem ez hű a valósághoz, hogy nem kazettán vették meg DVD-n, ami nem is volt még, hanem moziban lehetett nézni a pornófilmen. És akkor ezt magyarázzátok már nekem, hogy férfiak... Nem, ez maga az ipar, hogy megcsinálták a pornófilmet, és akkor adták a moziba, és akkor a 300 férfi beült és megnézte együtt. Pornómozi, én még voltam ilyen helyen. Itt Magyarországon nem, volt ilyen? Nem, Athénban. Ja? Osztálykirándulás 95, pornómozi Athén. Hát nem az a hely, osztálykirándulásra az osztály felől. Kedves negyedik B, ez akkor most bevonulunk. Elmentünk osztálykiránduló Athénba, nem szóval, hogy kerültünk oda, Athénba volt az osztálykirándulás. Igen, akkor metek támadni, én sem igen, és valahogy ott a fiú csapat bekeveredett egy klasszik pornomoziba. Ősz pornót vetítnek, és két székenként valaki brutálisan csattogtatja a viperáját. Csattogtatja a viperát, igen. De hogy nem, és ez nektek így nem volt így kellemetlen? Vagy ez így a férfiáválásnak a folyamatát lefedi? Mert én ezen sokat gondolkodtam, hogy ez a fajta ilyen szemérmesség, akkor ez egyáltalán nem volt meg, hogy magadra zárja egy ajtót, meg nem is volt lehetőséged. 30 fős kollégiumi hálóteremben aludtunk, szerinted? Csoda, hogy még köztünk vagy, Ferenc. Villanyoltás egyszerre rajta. Ne, komolyan? Persze. Atya úristen, azért az, annak így minden szempontból lett egy feelingje, nem? Volt, amikor így, volt. Amikor rájött, hogy kihajtad a szemüvegedet a zuhanyzóba, és ki kéne menni. És ki kéne valahogy botorkálni, hogy azért kétszer meggondoltam, mivel kapaszkodsz bele. Ja, fiatal fejlődő szervezet, ott nem válogatsz. Hát nyomd be a boostot. Jó, nyomd be. Rajta vagyok. Akarom látni, mint a szülő, amikor beveszi a gyógyszert, hogy megnézi. De félek tőle, nem fognak meg... Nem, most jobban akarsz tenni, vagy nem? Most írják is már, jó lesz élőben véghallgatni a színpadot. Most ha mindentől félsz, hogy nem tudsz segíteni. Rosszul is vagy, segítsünk is, de félsz is, de nem is akarod bevenni, de jobban is lennél, de fáradt is vagy, de friss is akarsz lenni. Ez az élethelyzetem. Ne told be. Akkor el kell fogadni, amit adnak. Fél, nem bírom kinyomni, nem tudom. Amit elintesznek, felszívni, megenni, meginni, betolni, bevenni, lenyelni. Ez van, hát látod, nem férfi kéz. Bíz bennem. Mondatok, amiket Sebestyén Balástól az ember 100%-osan elhisz, így is van. Most csak ez van. Ezt tudok neked adni. Elszopogatom. Tudjad, nem, milyen... ne szopogasd, vedd be. Ez dolga az egész. Kicsit keserű a koffein miatt, viszont a növényi, olyan, mint a lekvárt. Még mindig ugyanarról beszélünk. Ez egy gél, ez egy zselé. Ez van, ne válogass, ha ez segít, ez segít. Tudom, hogy az én agyam kapcsolatában teljesen másik beszélgetés. Figyeld meg. A kíváncsiak mikor érzed először, hogy basszus elkezdett hatni. És nem köpjük ki, lenyeli. 80. Tartsd a szádba, tartsd a szádba. Hol van a HRS annak? Megbeszéltük ezt a dolgot. Azt mondják, ne légy gyenge, verd be orba. Engem orba vertek ma, nem azért. Hadd szóljon, adjál neki rektálisan. Jó lesz, gyerekek. Belélegzem rektálisan ezt a boostert. Eszternek kell a mikroéria, Krisztián. Na jó, ott volt tegnap az előadáson. Mikróztatok? Nem, csak szóba jött a mikró. Azért termékkapcsolás volt. Volt, minden, imádom. Azt szeretem a legjobban, amikor ők kérdeznek, az annyira jó. Van egy ilyen interaktív fél óra vége. Igen. Hogy amúgy is, és mit tudom én? Igen, nagyon helyesek voltak tegnap egyébként, nagyon jó kis csapat jött össze. Hát az ízétel kicsit jobban vagyok. Na, látod? Hát igen. Ez az, kell lesz, gyere, a 8-ason fel kell úsznod. Ma nagyon jó témáink vannak, úgyhogy nagyon kell lesz. Van már itt innen? Elmondod a tüneteidet, megrendeltük Zsüllel a lelki eredetű betegségeink lexikonát, innentől kezdve a bárki rosszul van stábból fölütjük, és elolvassuk, hogy mit jelent. Hogy mi a baj odabent. És nem lehet, hogy ezt így kivetítjük majd a parlamenti dolgozókra is. Azoknak nincs agyuk, úgyhogy nincs mit felolvasni. Azok teljesen már a P betűnél mik vannak. Pinafej. Mit olvasunk róluk? Hát ezek agyuk sincs, tehát nem kell velük foglalkozni. Nagyon zsímbesek vagyunk. Zsímbesek. Zsímbesek. De adom neked a boostot. Adom a boostot. 5 perc múlva nagyon jól leszel, hidd el. Jó, csak aztán nagyon az legyen, hogy elkezdjek is szeletelni valami rettenetes DJ Otis-etre, tudod, a lepattanóra. De jó lenne egy dal tényleg. Van egy Otit, valami. Egy ébresztő Otit. Na oké, na jó. Na? Látod, meghoztad a kedvény. Nem akarhattuk neki, nem akarhattuk. Magamat akartam felébreszteni, de Balázs sikerült. Balázs, erre az van írva a kamagra. Rossz a pasak. Most már mindegy. Feri, ma olyan helyes vagy, nem tudom miért. Hello. Úgy be vagyok indulva. De a sejmes szakát megérinthetem, légy szíves. De látod, hogy jössz? Látod, hogy hoz? Kicsit hoz. Jó lesz. Kicsit hoz, majd mindjárt, aztán majd megbánjátok. Ja, dehogy is, az lesz. Soha még senkit sem. Lesz már értelmes beszélgetés, nem, haver, az nincs itt, kapcsolj el. Sosem nem orog, menj el, ne ezt várj, tőlünk nem, menj a Kossuthra. De neked ez volt az elképzelés, hogy 6:30-kor már itt lesz ilyen óriás szellemi magaslatot. És akkor egy rövid ez meg vagyok keseredve, szomorújok, lesz ma értelmes beszélgetés, vagy csak ez? Próbálkozz le más. Igen, csúmi. Jövünk mindjárt. Balázsék! Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. 3-4-7-2 Boost, jössz? Na, ez az! De jó. Oda néz, hogy felér, leért. Oda néz, mosolyog, jobban van. Nagyon jó. Jó, a csodaszereim vannak. Az esetkocsi majd utána itt várjon a ház előtt, jó? Hogy amikor vége műsornak rögtön tudjanak vinni. És még csak a legális dolgokat vonultattam fel. Most jön a díj. Ha rám írsz éjszaka, illegalitásba is tudunk vonulni. Most jön majd a csakramasszázs, na várjátok. Igen, auraporszívózás. Kiporszívózom az aurádat, igen. Nem hagyták ott az auraporszívót a Lurdiban tegnap? Nem találtam már auraporszívót. Igazából auraporszívója nem volt, egy nagyon lelkes ezerfős, nagyon cuki, nagyon kedves kis közönség volt. Haza se akartak menni, te ezek olyan makacsok voltak. Látok, zárták az épületet? Nem tudom, miért kell rohanni ezt, nem teljesen értem, de azt hiszem valamennyi ideje ez ki van bérelve, de hogy ott a műsorvezető Csajci, nagyon kedves, ő sürgette, hogy már menjünk, de hogy nem tudom miért. Nagyon drága a parkolás lett, nem azt akartak kifizetni. De nem jön utána már senki, hát ott már ki van fizetve a terem, akkor már meg. És elmentél utána a salátáshoz, megnézd, hogy hol estem el? Nem. Ki van téve az emléktábla? De előtte kimentem inni egy kávét, és láttam az étterem placot. És ott átvillantál, meg kimentem inni egy kávét. Nem volt körberajzolva a sziluettem a földön. Egy fehér kráter volt. Egy fehér kráter volt. Most a VPC-re cserélik miattam. Igen. Szóval egy kis fehér kráterke volt. Azt mondja, hogy ez nem motiv volt. Időjárásunk? Így van, ez nem motiv volt, de majd lesz. Az is 12-16. Köszönjük szépen. Jégeső. Az időjárás jelentést a Szatmári épületgépészeti és fürdőszoba áruházak támogatta. Szatmári, fűtésben is szakértő. És távollétemben mi történt amúgy? Pörögtünk. Fú, hát keménybe voltunk. Mi történt? Valami? Komolyba voltunk. De ilyen büntetős kemény, vagy csak büntetősen kemény témáink voltak. Komolyan? Igen, egy kicsit hardabb lett. Hát ugye foglalkoztunk az iráni helyzettel, meg itt vendégünk volt ugye Stumbíró Balázs, aki a Jam Bendernek a könyvét fordította, az Összetörlet című könyvet. Hát arra úgy rászorongtál volna. Nem nagyon. Ő az, aki hozzá az ilyen zsigeri pozitivitás? Az zsigeri pozitivitás. Nagyon jó stílusa a csávónak. Igen. Tehát úgy hoz le, hogy közben élvezed. És aztán, amikor elgondolkozol rajta, hogy miket mondod, akkor jössz rá, hogy mind meghalunk. Igen, nagyjából 40-50 év, és az ökoszisztémáink szépen egymás után feladják majd a harcot, és meg kell keresned, hogy ki az, aki el tud látni táplálékkal. Hideg vízzel, ugye, ahol hát soha nem fog semmi történni. Na, de hát ott jó, mert ott van gazdálkodás, meg csirkék, meg egy csomó minden. Légy a vendégem Balázs Nyíregyházán. Vagy hozzád megyek, vagy Feri, ez nekem ez marad. Erős a felhozata. Lehet, ez jobb, hogy nem hallottad. Alapvetően neurotikusabb alkat vagy. Lehet, ez jobb, hogy nem hallottad. Tehát, én magamtól is ki tudok ilyet találni, nem gudjatok. Nem tudom, a Balázs segítsége. Én sem ezt gondolom. Na jó, M0-as Sziget-Szentmiklósi átadása nem sikerült, még mindig dugó van, Tomi írja. Ezt nem is tudja, hogy jön a világ vége, szegény. Nem baj, az ő a boldog. Panci küldte nekünk. Még ez is. Léci, mondd el, a kínai asztrológia szerint milyen nap van. Zsülci, ott van a könyvünk alatt. Testi tünet valakinek bármi? Semmi? Itt a könyv, csak mondom, most már jók vagyunk. Megrendeltük. Ma hát köhögés a jobb térdet nem, de megnézted a jobb térdet? Tehát az volt mind a kettőnknek a térd. Az Achillesze. A térdem volt az Achillesze. Nekem egy napig tartott csak. Akkor neked kisebb bajod van. De úgy vagy jobban, hogy lennél már jobban. Nézd már végig magadon. PQRS, hogy van ez? Lehet, hogy az eséssel romlottál minden azért. Ott törtél valami T. Hogy van a T? PQRST. Szorongás, nem? Tudjátok, hogy nincsen T-s. Azt mondta nekem a taxisofőr a múltkor, hogy nincsen T-s rendszám. Tés. Nem. Mi az, hogy nincsen tésrendszám? Hát nagyon kevés tésrendszám van, és ezt mindenki, az fizetős. Egyszer nem tudom feldolgozni ezt az információt. Mert tanuló, vagy mi? Nem, hát tével kezdődő. De ez hülyeség, nem? Tehát miért lenne tésrendszám? Van tésrendszám, nem? Szerintem is. Az újakban még nincs, mert ott még ugye A betűnél tart, a 4 betűsnél, de a réginél van, biztos, hogy van. Na jó. Hát, bajba vagy. Mi történik? Terhes vagyok? Igen, ha fáj a tér, de önterhes, írja a nagy könyv. Teniszkönyök, távol tátáskás szem, mindenben benne vagy, úgyhogy mindent fel tudok olvasni. A teniszkönyök amúgy ez egy nagyon megosztó dolog. Hogy ez most ez egy jó dolog, vagy egy rossz dolog? Mitől lenne jó? Hát nem tudom, dobverőeknek szoktak örülni. Akkor teniszkönyök. Álterhesség, nem? Nem, jó, nem. Térd. Álterhesség, az van. 30 éve álterhes vagyok. Térd? Általában tért problémák, vagy tért kalács, melyiket szeretnéd tudni? Tért problémák. Kiderült, hogy a térden nem középen van, úgyhogy jobbra húz. De ez tért kalácsod nincs. Igen. Középen, akkor viszont tért kalács. Nem tudom, tért, nem tudom. Nincs hogy esés? Olyan nincs, hogy elesés, hát így ez az nincs. Az egész térd. Mi van a térdel? Térd általában. A térdizületben találkozik a combcsont és a sípcsont. Mindkettő végét a kopásnak ellenálló porc fedi, ami csökkenti a súrlódás mozgás közben. Segítségével térdelek le, és adom át magam a fölöttem álló nagyságnak. A térdek a rugalmasságon mértékéről árulkodnak, és arról szolgálnak, hogy a súrlódást tompítsák, csillapítsák, amikor túl nagy a nyomás. A térdek akkor betegszenek meg, ha alul értékelem magam, és merevségről árulkodnak, ha nehezen tudom csak behajlítani őket, ami túl erős vagy túl gőgős egó miatt alakulhatott ki. Egy könnyen hajló térd alázatot és rugalmasságot jelent. Ez maga a térd általában. De vannak térproblémák, és van tértkalács. Például a tértkalács. A tértkalács egy háromszög alakú csont, ami az izületet előső részét védi, lehetővé teszi a térdülezelet behajlását. Ha a tértkalács combban fájdalom jelentkezik, vagy deformálódott, akkor dühös, csalódott, bosszus lehetek azokkal az álmaimmal kapcsolatban, amelyek számomra megvalósíthatatlannak, vagy elérhetetlennek tűnnek. Van ilyened? Behajlítom a térdemet, levertnek érzem magam. Eljött az ideje. Elaludtam egy kicsit. Eljött az ideje, hogy időt szánjak magamra, felkeljek és tegyek valamit az álmok megvalósításáért, amelyek csak akkor teljesedhetnek be, ha hiszek bennük. Ez a tértkalács. Na, mi az állam, ami nem valósult meg eddig? Én egy kakaós tértkalácsra gondolok most ebben a pillanatban. Mi az állam, ami nem valósult meg? Igen, medencére, a házba. De ne, hát igen, az mondjuk nem rajta múlik, hanem a generál kivitelezőm, de hogy a... Ajjaj! Na? Ha a térdeim megsérültek, arroganciáról, csökönyösségről vagy ellenállásról lehet szó, amely minden fejlődés vagy előrejutást merevvé és fájdalmasszá tesz. Az is lehetséges, hogy alulértékelem magam a fizikumommal, vagy a sportteljesítménnyel kapcsolatban, és ilyenkor az esély, hogy térsérülést szerezzek. Gyakran érezhetem, hogy engedelmeskednem kell szülőnek, tanárnak, főnöknek, vagy akár a társamnak, és ez egyáltalán nem lelkesít. Túl sok kötelezettség. Mentális konfliktust élek meg, amely makacsággal párosul, nem hagyom, nem adom át magam. Itt a megoldás. Ha meg akarok szabadulni a tér problémáimtól, ki kell nyílnom az engem körülvevő világ felé, és meg kell változtatnom a létem bizonyos aspektusait. Hígróma, tokkal rendelkező folyadékgyűlöm, ha volt ilyen, fel kell tennem magamnak a kérdést, milyen konfliktust élek meg a spiritualitásommal kapcsolatban. Zsül, lehet, hogy ezt 10 óra után elégeted ezt a könyvet, hogy soha az életbe többet ne hallgassuk. Itt van az igazság, csak mondom. Mondjuk a fickó hátulján, a fotója alapján azért nem annyira tűnik respektábilisnak. Na, most miért mondod? Nem ilyen, néz ki rosszul, mint amerikai pacák. Ő egyébként oké? Hát igen, lehet. Terapeuta. Tudod, a fogtechnikus is az, vagy nem? Vagy hogy van ez? Jó, minél inkább elutasítod, annál jobban tudom, hogy betalált. Nem, látok benne, hogy hallok benne igazságot. Hoppá! Igen? Júli is ezt mondta. Teljesen, igen. Honnan Júli amúgy? Migrén. Felolvastam nekem migrén. Azóta is? Hát, azóta is nem is jött másnap. Olyan migrén jeletőre haza is ment lefeküdni. Jó, ez egyébként ez egy jó könyv. Nem, vannak közhelyes ilyen, na a betegség az mit jelent? Ez egy nagyon jó könyv. Azt kérdezik a hallgatók, hogy a rektális diszkomfortra mit ír. Rektális diszkomfort. Nem, már kérlek. Ahol egyet kinyitok, ott egyet felolvassuk. Zsigeri kiszabadulás. Zsigeri zsír. Na, az abban meg vagyok. Kényszeres cselekvés, kétkedés. Kék csecsemő szindróma, herpesz, hiperaktivitás, ezt kell figyelni. Sok vagyunk. Embernek van herpesze, azt olvasd már. Nemi herpesz, az is van. Az is jó. Mindegy, herpesz. Általában herpesz. Amikor valami így inspirál téged, Feri. Minden oldalon megtalállak, Feri, vagy minden oldalon megtalállak, Eszter. Itt a hipohondria. Hipohondria. Ez a hipohondria. Akarod? Felem jöhet a hipohondria. Oké, figyelj, nézzük meg még a hipohondriát. De inkább a szorongást nézzük meg. A szorongás is sokkal jobb, legyen a szorongás. Ott vagy. Hát mindenben ott vagy. Szorongást is akarod, de szorongás nagyon hosszú lesz szerintem. De az jó szorongás, mert az mindenkinek a közös probléma. Szerintem az egy közös dolog, igen. Igen, meg Feri is szorong egy kicsit, még ha azt is mondja, hogy nem. Mindenki szorong. Nagyon szorog? Nagyon. Mindenki szorog, a kérdés, mennyire tudod karban tartani. Miattam szokta szorongani? Figyelj, de tovább nem ezt mondják. Nem tudom a szorongást felolvasni, mert ez másfél oldal, az nagyon hosszú. De nem tudsz ilyen kánonba. Szülés, koraszülés, minden van gyerekek. Szklerózis, messzesedés, jöhet ez, de ez is érint. Azt akartam mondani, hogy hadd szóljon. Fülfájás, benne vagy. Furukszulus, függőség, bakteriális vaginózis. Bakteriális vaginózis, benne vagy. Ott még az arcom is ott van melletted. Igen, befögés ott vagy, bölénypup ott vagy. Jézus Mária. Mi az a bölénypup? Mi az a bölénypup? Ott van, Feri, nézd már meg. Ott van a bölénypup. A bölénypup azt mondja, lásd görbe hát. Bosszúság, neheztelés, böfögés, angolkor. Gyerekek, minden itt van. Böfögés, nem milyen böfögés? De böfögés nincs koros. Mikropénisz, ja, az nincs. Nincs koros böfögés, hát ez nincsen olyan, hogy valaki korosan böfög van. Jó, az epekövet nagyon sokan kérik. Epekő? Igen. Na kaptok még egy epekövet, ezt most hagyjatok. Nekem már nincsen kivetni. Féltékenységi étvágy. Féltékenységi étvágy? Vagy ez külön volt a féltékenység és az étvágy? Epekő. Tessék. Na. Az epekő. Kimegyek, hiszom valamit addig. Az epe enyhe keserű, ragadós állagú anyag. Figyeld, honnan indítja. Belső keserűséget, kint agresszivitást, érzéktelenséget, ellenérzést, frusztrációt és elégedetlenséget takar, amelyet önmagammal, de másokkal szemben is érezhetek. A kövek mindig mélyebb fájdalomra árulkodnak, mint a lép, a máj vagy az epe hólyag egyszerű tünetei. Kikristályosodott kőformájában megjelenő energiák, hosszú évekig táplált és felhalmozódott, nagyon kemény gondolatok és érzések. Sokszor a kövek nem okoznak panaszt, aztán intenzív fájdalom kísérletében jelennek meg. Elhatározom, hogy előre haladok, gyorsítok, azonban van valami, ami megállásra késztet, korlátoz és folytogat. Cselekedeitem gyakran a félelem irányítja. Ilyenkor úgy érzem, szorongok az élettől, keserűen és irritálóan viselkedik az emberekkel. Nem vagyok a magam ura, ezért van epekövem. Na, milyen érdekes. Nem, el kell engednem a múltat, a régi keserű érzelmeket, hogy végre megismerhessem a valódi szeretetet. Ez gyakorlatilag ez az epekő. Ez csak magyarnak lenni. Egy nagy nemzeti szomorúság, igaz? Tökre igaz. Ez az epekő. Ezt most kicserélted volna tényleg az epekőt arra, hogy nem tudom, tényleg Ez egyébként igen, fígyba fékszakadás. Itt van a játékosunk közben. Halló, jó reggelt! Hello, hello, sziasztok! Hello, 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 mi újság? Köszönöm szépen, minden rendben van, korán reggel van. Laura. Laura, hello Laura, nem találtam a nevedet hirtelen. Laura, mi újság, honnan hívtál minket? Óbudáról, kedves Balázs. Ott laktam. Igen, igen, mindig amikor emlegeted az óbudai helyszíneket, akkor ilyen bólogatok nagyban, hogy tudom, igen. Melyik Óbuda, melyik része? Kérlek szépen itt a Flórián térhez. Hát a festői, mindent tudok a Flórián térről. Tudom, igen. Mi ez a Flórián? Az egy elvarázsolt hely. Ha ez még mindig létezik. Az még van, és ugyanúgy néz ki. Nekem a bankomnak ott van egy székhelye, múltkor oda mentem. Felfoghatatlan, hogy oda ki kéne tenni azt a táblát, hogy múzeum, és megnézni, hogy hova jártak be az emberek 25 éve plázázni. Ezt le kéne bontani. Flórián üzletközpont, megőrülsz, mi van ott. Figyelj, de néha életmentő tud lenni, meg hát ez a japán étterem, ami volt, de már nincs ott, és te is emlegetted egy szaradásban. Igen, ott volt egy nagyon jó, egy egészen magas szintű. Jó, maguk se értették, hogy mit csinálnak ott. Vietnámi, japán, igen, az jók voltak. Szenzációs volt, igen. Kivel játszanál, Laura? És miért hát Ferivel, Ferivel. Mi a baj vele? Bocsi Eszter, szerettelek volna még én is elnásvágolni, de inkább Ferivel szeretnék játszani, mert évek óta tervezem, hogy megverem a Ferit, mert ő a legjobb ebben a játékban, és az a legnagyobb dicsőség. Most nem úgy néz ki, szívem, az eredményeim alapján. Nagyon kedves volt, hogy így fölhápoltál, de ez most nem igaz. Igen, de nagy általánosságban véve te vagy a legjobb. De aranyos vagy. Szóval hozzá kell tenni, hogy nem tudom, hogy az utóbbi időben mi történt, mert én mindig visszahallgatlak titeket, és még csak februárban tartok. A könyvben Balázs az, hogy démonok megszállás. Fura nevetés, mindjárt megnézem, mi vagy. Jaj, gyorsan játszanunk el, indíts az órát. 3, 2, 1 és tessék. Jöhet a kérdés. Nem szólunk zsla. Rendben van, Feri. Hát, hogyha megengeded, én egy kicsikét komolyabb vizet bevezetnék veled. Díszmotor, persze. Hát, hogyha így bemered vállalni országvilág előtt. Nem lehetem. Most gyerekek. Most indultál, tessék, jomjassuk, most újra. Mi a komoly kérdés? Tehát akkor csapó 2, egy komolyabb kérdés lenne, ha bemered vállalni. Mi tart a leges legrosszabb tulajdonságodnak? Hogy veszítek a játékban néha. Jaj, kérlek, egy kicsit komolyabban. Neked is van már rossz tulajdonságod? Nekem, ugyan már. Neked mi a szakmád? Nem, IT cégnél vagyok, kommunikációs munkatárs, de most itthon vagyok egy 3 hónapos kisbabával. Alszik rendesen? Kislány. Hoppá. Nagyon sokat alszik. Hoppá. De sajnálom. Ki mondta? Hát... Laura! Én nem hallottam. Laura! Most kimondta háromszor. Ezt úgy szeretem, ha valaki ilyen arccal jön és kikap, már nem Laura, hanem hogy megverem, mert ő a legjobb, és kihívom, és tuti megverem, és akkor igen mond be, mint a húzat, mindig olyan jól esik. Laura, én azért hálás vagyok, mert megkíméltél engem. Majd én elverem a Feri több adáson kívül. Mondjuk azt, hogy Feri milyen nagyszerű vagy, hogy nyertél, jó? Tehát ne magunkról beszéljünk, ezt a kiváló győzelmet. Megvárom a születésnapodat, majd akkor felveszünk. Mit nyert? Figyelj, Laura, ezt megnyerted, ez a tiéd. Oké. Gratulálunk! Nyereményed egy 30 000 forint értékű Aldi vásárlási utalvány. Az Aldi Magyarország jó voltából. Hoppá! Hát ezért megéri kikapni. Így is van. Ajándékcsomag nincs, kikaptál, úgyhogy... Puszi, Laura, jó voltál. Szia. Ciao, szia, hello. Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor. Balázsék! 7 óra után vagyunk, pontosan 10 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk. Jó reggelt. Hát szevasztok. Hogy vagy, madám? Na? Hát figyelj. Abban bízom, hogyha elvágodom, akkor csak közepesen élnek vissza majd a testemmel. Én biztos, hogy kihasználom a lehetőséget. Ott lesz munka. Ezt akartam mondani, hogy meg csak kell várnod, hogy kihűljek. Én azonnal elkaplak. A híres utolsó mondás. Pulykázás? Nem pulykázlak, szelfizek, oda fekszem mellé. Amúgy a pulykázásnak van valódi hozzáadott értéke? Tehát, hogy abban... A humorfaktora van, szívem, nem értéke. Humorfaktora van a pulykázásnak. Leszel olyan öreg, Feri, hogy a saját magadat meg tud pulykázni? Szerintem hamarosan. Tehát egy jóga gyakorlat közben megérezd azt a finomságes érintést. A jóga gyakorlattal baj lesz, az nem fog menni, anélkül fogok pulykázni saját magam. Te nem ilyen öreg leszel, aki majd így jógázik a velencei tó partján közben nem, az más szokott mozni a csapatban. Jogázni? Jogázni nem. Én most gyúrok. De úgy látom szeretem magam a vasat. Előtt. Látom magam előtt, hogy mint egy macska tudod, nyakadba veszed az egyik lábodat. Azt nem tudom megcsinálni, és a másikkal meg egy laza. Nyalogatod a ködöködet. Kényeztetem saját magam. Múltkor láttam, képzeld el, olyan heretartót, ami ilyen állítható. Ez praktikus különben. Olyan melltartóban is van ilyen, úgyhogy együtt fog megöregedni felé. Kinek mi lóg? Csak 20 éve hamarabb, de ennyi. Ja, mi lóg, egyre. Az mire jó? Heretartó, mikor megereszkedik. Tehát a gravitáció elhúzza a dolgot. Hát ez neked csak annyi lesz, hogy leszállnak végre. Megérkeznek. Hát nem az alhasamba lesznek a golyóim. Igen, neked ezt fogja meghozni a nyugdíjaskor. Fogsz tudni hordani egy rendes boxereket. Kinek honnan indul ennyi? Megtelnek az acsik végre. Ez milyen öreg ember leszel, Balázs? De már tudod magadról? Hogy abszolút. Iszonyatosan fit leszek. 50 éves koromra érem el a csúcsformámat. De azt megtartom utána. Nagyon fit leszek, nem fogok 70-nek kinézni, hanem ilyen 50-esnek. Atombarna, nagyon egészséges, nagyon jókedvű, napbarnitott. De olyan barna, mint a Trump? Nem narancsárga. Nem narancsárga, hanem ilyen jó karban lévő 70-es leszek szerintem. És még úgy fogok gondolkozni, hogy még mindig van előttem 20 nagyon csodálatos év. Huncut. Az, aki tudod flörtöl a pénztárosokat, azt nem tudom, hát az már szerintem akkor kicsit kellemetlen. Tehát pont azért. Akkor kell csinálni. Nem fogod megmondani rólam, hogy 70 vagyok. Tehát azt fogod gondolni, hogy megmondani, hogy nem akarod. Nem akarod látni rajtam. Jó. Iszonyatosan jó formában leszek. Ez a bocskor életpálya. Hát igen, de hát... az nem egy követendő példa. Nem tudom, fizikailag sem sehogy. Nem tudom, hogy hány éves. 60. Most 60. 10 év közöttek a korkülönbség? De többnek látszik, ezt én is így gondolom, igen. Nem, milyen 10 év? 46 vagyok. Milyen 10 év? De hogy vagy 46? 5 éve mondod, hogy 46 vagy. 1977-ben születtem, vagyis július 18-áig én 46 éves vagyok. Utána majd 47, egyébként meg kortalan vagyok. Nem vagyok jó matekból, de egyetértek. Viszont... Még csak 47 leszek, úgyhogy még mindig nagyon sok időm van, gyerekek. Ez igaz. Én nem tudom annyinak nézel ki, amennyinek érzed és gondolod magad. Akkor 71 vagyok. Hidd el, hogy így van. Mennyi vagy? 71. Most 110. Most 110. Még mindig, és még nem a kilókról beszélünk. Hatott a boost. Jó, jobban vagyok, de most ettem egy szendvicset, és hát ez lesz az, hogy át fogok dobni engem. Aztán iszok egy kávét, aztán megölelem Ferit. De jó energia. Szívom belőle, ami jó maradék életenergiát. Nekem csak akkor szól elkészülsz elvágódni. Aládurom, hogy puhára esél, utána viszont nagyon megpujkázlak. Melyik részed a puha? Selfie. Sőt, egy élő. Pujka. Ha alád fekszem, bármimre esel, az puha, úgyhogy de nem, semmi nem puha rajta, tehát látom, tiszta csontos vagy. Csontos. Hát azért ott most már van egy kis hús is. De ez nem hús, ez izom. Hát bocsánat, jó, nem akartam így. Nem akartam így mondani. Hát nem akartam így mondani. Nem puha. Kitesíztem magam egy picit. Kitesízted magad. Mélyen belül én is kemény vagyok. Tudod, csak van egy időréteg. Azért látom magunkat, hogy egy fél óra múlva hárman itt szendergünk összebújva. Szépen. Három kis mackó. Tudjátok a meséből. Na mindegy, de engem az érdekel pontosan, hogy amikor öreg leszel. Igen. De úgy Isten igazából. Igen. És ugye nem fogod soha elismerni, megöregedtél. Igen. Hogy akkor így megpróbáld felfedezni magadban azokat a tulajdonságokat, amiket vágytál, de nem volt meg. Ja, hogy nincs meg bennem, de azt gondolom, hogy öregedéssel már kihoztam magamból, de nem lesz meg. De nem. Mire gondolsz? Hát ugye vannak a klasszikusok, mint a Feri csinál, a motorozás például, ugye? Azt megpróbáltam. Tehát mikor indul el az életközepi válság? Már elindult a gyúrás, szerinted micsoda? A gyúrás egy életközepi válság? Persze. De hogy már nem mondd, hogy nem. Annak az elodázása, nem? Nem, az pontosan az életközepi válság, hogy valamit csinálnom kell, amit eddig nem csináltam. Eddig te fociztál a haverjaiddal, elmentél biciklizni. Miért akartál gyúrni? Hogy a testedét látható jeleit, amelyek az öregedést hozzák, azt elodázd. Mi ez, hanem életközepi válság? Mert mi a kérdés? De kell a test? Nincs más. Erre az a válasz, hogy igen, kell a test. A krematóriumokban használják ezt a mondást? Tessék? Krematóriumban ki van egyébként. Kell a test? Nem kell a test? Jó, akkor... Ott már csak a hamuk kell. Nem vagyok életközepi válságban. De abban vagy. Hiába az, aki tagadja, az van benne a legjobban. Te vagy a feleségem. Nem hallja. Azt én nem hallja. Csak a fejeddel jelez. És tedd a szívedre a kezét, és nagyon őszintén jelez. Tudom. De most tarts önvizsgálatot. Életközepi válságban vagyok? Igen, úgy van. Őszintén. Szépen. Ha szólod, igen, elfogadom. A feleségem, vagy mondd, életközepi válságban vagyok. Úgy érzed? Ezt tudod, hogy hívják? Ez lelki zsarolás. Nem. Dehogy nem. Hát ha azt mondja, hogy igen, akkor meg fogsz rá haragudni. Valószínűleg nagy százalékban azt fogja mondani, hogy igen. Szoktál sírni éjszaka? Nem. Akkor nem vagy életközi válságban. Miért a sírnok soha éjszaka? Nem sírtál soha éjszaka? Nem, miért reggel szoktál sírni? Igen, vagy hogyha itt vége műsornak 10-kor. Mikor van az érzelmi gyenge pontod? Hogy éjszakára vagy rosszabb, vagy reggel vagy inkább rosszabb? Én már bármikor. Bármikor rossz tudok lenni. Gyerekeimmel kapcsolatos kérdés. Puff, sírsz. Romantikus film vége. Puff, sírsz. Nem, de hogy van az, tudjátok, amikor mondjuk nem vagy olyan jó időszakodban, és mindenkinek van egy olyan időablak, amikor ez jobb, nehezebben érint, és én tudom magamról például, hogy az este 11 után jövő gondolatokat nem szabad komolyan venni. Tehát este 11 és hajnal egy között azt már nem szabad elfogadni. Akkor az ügy, az már reggel. Az nem a realitás. Ilyenkor nem szabad SMS-t írni, nem szabad megoldani egy ügyet, nem szabad e-mailt írni, semmit nem. Nem, a részegnél sokkal rosszabb az este 11, mert 9-től 11-ig belehergeled magad egy valóságban, ami nem létezik, tudod? És akkor ezt megfelelően. Fú, de keménybe vagy. Nem? Az nem. Keménybe vagy. De nincs ilyen nektek? Volt. Volt, azért. Igen, nem, igen. Már nincs, de keménybe vagy. Azért nem, igen. Nem, ez nem. Felerősödnek a gondolatok, mert csökken, tudom magamról, csökken és nem a külvilág zaj, tehát erősödnek a gondolatok. Hát ez tök jó, hogy akkor ezt már nem csinálom. Nem, ezt már nem csinálom, de hogy ezt tudom magamról, és aztán utána lett az, hogy volt időszak, amikor a reggelek voltak az, amikor tudjátok így off guard voltam, hogy az angolok mondják, hogy nem volt rajtam igazán. Hogy végig tudjam gondolni, ezt nem volt. Tehát ezek jönnek-mennek azért az életben. És reggel mi volt a baj? Úristen, megint egy újra biztos szar lesz. Hát ez akkor volt még, amikor dolgoztam irodában, és akkor reggel felkelt, és akkor úgy elönt ez az érzés, hogy hát azért. Oké, ez nem úgy megy, ahogy kéne. De honnan tudod, hogy életközepi válságban vagy? Honnan tudod? Életközepi válságban van az Eszter? Nincs. Na hát én 36 éves vagyok, testvérem. Én tavaly voltam életközepi válságban. Neked már a Feri életközepi válságban van? A motorozással? Mi hogyan definiáljuk az életközepi válságot? Nők vagy férfiak? Tessék, férfiak. Férfiak? A férfiak úgy definiálják, hogy elkezdenek gyúrni, motorozni. Összekapcsoljuk a kapuzárást és az életközepi válságot, mert szerintem tök más. Szerintem másról beszélünk. Na, kapuzárás vagy életközepi válság nem ugyanaz. Nekem mi a különbség? Szerintem a kapuzárás az, amikor a férfi rátör, hogy még hogy vége, hogy elmúlt, hogy csajozni akarok, hogy elválok, és rám jön egy rettentetlen vágy, hogy megkecsintenék valakit. Veszek egy Porsét, és végigdugom a kerületet. Ez a kapuzárás. Okay. Az életközepi válság... Nekem 20 évesen is volt. Mondjuk a Porsche nélkül, de... Az életközepi válság... Az egy... Francba. Az egy mélyebb kérdéseket tartalmazó, a léten, egzisztenciális, a léten, az elmúláson, a mennyi van még, mi a dolgom, fölneveltem a gyerekeket, sinem vagyok, mit tartalmaz még az élet, mi az új, és hogyan tovább, és hogyan definiáljam magam a következő 30 évre, mi az én szerepem, mi az én feladatom, és az ezzel való gondolkodás ennyi volt, nem jön több, megéltem mindent, lesz még valami, nem lesz, kirepülnek a gyerekek, miről szól az életem, a házasságom, a munkám, a gyerekeim, hol vagyok én ebben a rendszerben, és mivel akarom tölteni a következő 20 évet. Szerintem a kettő nem ugyanaz. Ez egy mélyebb szorongás, a kapuzás, az csak egy le a tetőt, nyomjunk egy Porsét, ha kapjunk el mindenkit, és csajozunk, amennyit bírunk. Mert hogy még akarom érezni, hogy pasi vagyok. Az életközepi válság az mélyebb rétegeit szólítja meg, lelked lappangó üzeneteit. De nem lehet az, hogy ebben a korban, amit így az életközepére tesszük, pont odáig értél el, férfiként vagy nőként, hogy egy csomó mindent már lerendeztél, a gyereket már el tudod jobban engedni, nem kell, hogy ott legyél. Munkádban sikeres vagy akár, és azt mondod, hogy most én jövök. Hogy nincs benned válság. Kapuzárás. Ez a kapuzárás. Ez a most én jövök, ez a kapuzárás. Igen, akkor nálam te most kapuzársz, akkor. Korán bejött. Na tessék, de most tényleg, Miki, életközepi válságban szenvedek. Még erre nem válaszoltál. Kicsit. Most ez adok is, meg nem is. Nem akar megsérteni. Hát megsérteni, hát bírom, nyugodtan megsérteni. Az varázsol el a férfiakban különben, hogy ez az egzisztenciális szorongás, ez nektek csak ekkor jön meg. Tehát, hogy 50 évig várjátok, hogy így jöjjenek ezek a kérdések, meg ezek a problémák. Hát én 20 éves korom óta vetregek ezeken a problémákon. Érted? Én szerintem, de te neurotikus típus vagy, te mindenen szorogsz. Nem vagyok neurotikus típus, egyáltalán nem. Sőt, ez inkább most lett. Tehát, hogy ez egy, nem tudom, egy fáradtsággal egybekötött neurózis. Én most akkor jó lett. Na, amúgy, ez viszont egy nagyon érdekes változás, hogy az ember, amikor révbe ér, kvázi most mutatom a macska jelenkormeket, hogy révbe érsz, amikor jobbra fordul a sorsod, mint amilyen volt, hogy akkor kéne azt érezned, hogy enyém a világ, hogy megcsináltam, és akkor jönnek az újfajta szorongások. Hát, tudod, most már jobban van, mert jobban van mit féltened. Amikor semmit nincs, akkor nincs mit elveszteni. Abban érted, abban nincs rizikó, hogy egyébként napról napra élek, hát majd hónap is napról napra. De miért nem akartok megszabadulni a szorongásotoktól? Miért nem dolgoztok rajta, hogy kijöttek ebből? Nagyon dolgozok rajta. De akkor még nincs a megfelelő módszer. De nem így működik, ez egy folyamat. Tehát az, hogy én pontosan tudom, hogy ezek nem valódi tehát, hogy ezt nem szabad beengedni. Na de attól még a szorongás jelen van, csak tudod, hogy nem valódi, de a szorongás ott van. Hát az a felébredés ott van, az éjszakai gondolkodás ott van. De a szorongás hajtja, ha ő elengedi a szorongást, akkor miről fog stand-upolni? Nem igaz, mert nem csak ez nem így van. Szerintem nem szabad ragaszkodni a szorongáshoz, mert amúgy egy ilyen pszichológiai jelenség, hogy csomó ember, főleg akik előadó művészek, ragaszkodnak a félelmeikhez, mert azt hiszik, ha azokat elveszítik, igen, akkor nem lesz meg a tehetségét, és elviszi, tudod, a boldogság. De ez nem így van. Ez nem így van, de ez egy magyar nép lélektani dolog is különben, hogy szeretjük egy ilyen bizonyos mértékű rosszhoz ragaszkodni, mert ad nekünk egy ilyen komfortérzetet, tudod, hogy azt ismerjük, azt tudjuk milyen, amikor rossz egy kicsit. És akkor félünk attól, hogy a jó is ugyanezt. Igen, mert olyan talajvesztettséget is okoz ez a túl jó, tudod, hogy na most akkor honnan fog jönni, és milyen fajta rossz. Nem? Igen, erre van az a mondás, hogy az embereket nagyon nehéz megszabadítani a saját szenvedésüktől, mert annyira ragaszkodnak hozzá. Ez egy nagyon okos mondás, de tényleg így van. Hogy ragaszkodsz a szenvedésedhez, és sokkal nehezebb belőle meggyógyulnod, de nem azért nem tudod elengedni, ha még ezen nem is akarod. Hát mert ezt ismered. Igen. Mert az a komfortzónád, hogy rossz, hogy szenvedsz. És ez a szenvedés határozza meg a gyerekkorodat, a kamaszkorodat, a felnőtt korodat. Nem akarsz meggyógyulni, mert az ismeretlen. Mit kéne csinálni, ha jól vagyok? Azt nem tudom. Félek tőle? Tulajdonképpen igen. Miért? Mert ezt ismerem, ebben szocializálódtam. Ez az első életképem a gyerekkoromról, a kamaszkoromról és a felnőtt koromról. Ez a biztos. Jó nagy csapda. Jó nagy szar, de legalább ismerem, és már ebben tudatosan mozgok, jól tájékozom. Nekem ez jó. Hirtelen boldog vagyok, az veszélyes. Azt nem ismerem, abban nem tudom, mit kell csinálni. Megijedem le, de meg hogy jár ez egyáltalán. És ahogy a párválasztásban ez egy nagyon-nagyon gyakori jelenség, hogy amikor mondjuk választanod kell, ki mellett ugye tedd le a voksodat, hogy sokszor nem azt választják, akire minden jel az mutat, hogy ez jó lenne, hanem azt választják, akit az ismerős rossz, tudod, hogy hát, hogy azt kaptad apától, azt vetted anyától, az a szenvedésednek, a játszmádnak a folytatása. Vinni, persze. Igen, az igen. A játék folytatása. Igen, igen. Sokszor a házasság, az a gyerekkori ellentétes nemű szülővel való kapcsolatod tulajdonképpen lemodellezése. Ugyanazt éled, mert az az ismerős. Egy kemény apa, egy kemény anya, egy lágy apa, egy nehéz anya, tök mindegy, de hogy azokat a játszmákat játszod újra, egy pasival vagy egy nővel, amilyen az ellenkező nemű szülővel volt a kapcsolatod. Nektek mi volt az a dolog, amit gyerekkoratokban így rendszeres volt, és azt mondtátok, hogy na ezt nem. Ez a pina. Nem, hanem hogy ez egy... Hogy volt rendszeres? Rendszeres. Hogy lett volna már neki? Csak az oda, csak a kuké. Csak a kukac. Igen. Nem, de ugye a családodnak voltak ilyen dolgai, meg így, és hogy mit tudom, például hallgattam Feritől a DTK-nál, hogy mindig csend volt ebéd közben nálatok. Igen, azt Jézus Mária. Az egy közös traumát. Milyen családban? Mi az, hogy csend volt ebédnél? Hát nem volt kommunikáció, de ezt már elmondtam számtalanszor nekem. Ezt nem tudtam. És dehogy nem. Akkor nem figyeltem. De sose figyelsz az annyira. Bocsánat, mit mondtál? Semmi meglepő. Hogy hívnak el, hogy ki vagy te? Kérdeztem, 15 éve, úristen! Hogy nálunk nem volt kommunikáció. Mi le tudtunk hozni úgy egy vasárnapi ebédet, hogy az elején volt egy jó étvágyat, a végén egy egészségetekre. Semmi, érted? Nem nagyon volt, mert nem tudtunk így mit kezdeni egymással. Nálam a béka törte meg, és én addig ugyanígy nyomtam a kapcsolatot. Fura volt, mert 6. évig csendben voltál a rámtott csirke mellett, és egyszer csak a béka azt mondta, hogy te ferkó! Szólalj már, mert most már büdös életbe, te ferkó! És én az összes, és ezt az összes kapcsolatomban tovább vittem. Mindig csendben voltál kaja közben? Nem a kaja közben. A kommunikáció. Az elején nyilván oda teszed magad. Nem beszélsz az érzéseidről, nem beszélsz a dolgaidról. Ezt én nagyon sokáig vittem. Csak amikor a béka megjött, akkor ő volt az, aki így fogta, és föltörte a páncélt. Köpte, és mondj valamit. Tehát vitted tovább a megtanult hitrendszert, vagy vitted tovább. Nem volt ilyen? Tudod, hogy így például nekünk a fatalom mindig erőltette, mindig délbe ebédeljünk, tehát 12:00, és hogyha valamilyen, tudod, mondjuk nem sikerült hazaérned, vagy volt valami, ami miatt nem akartál, tehát nem tudtad ezt megoldani, abban mindig volt ilyen sértődés, tehát ez rosszul esett neki, mert ő ugye készült az ebédre, mit tudom én, és hogy én meg azt határoztam el, hogy nálunk nem lesz ez a kőbevésettség, tudod, hogy 12:00, akkor mindenki megmosott kézzel ül, és csinálja a dolgát, meg tudom én. És ez a csend, ez a kaja közbeni csend, ez nagyon sok mindenből táplálkozik szerintem, mert egyrészt arról is szól ez a csend, hogy nem akarom kiadni magam a családomnak, tehát ne tudjátok, mire gondolok, mik a félelmeim, aggodalmaim, reményeim. A másik pedig ez a tudod, hogy vajon elég jó-e ez, ami most bennem zajlik ahhoz, hogy megosszam. Szerintem a csend egy családnál vasárnap, az tekintélyelműségre utal. az azt mondja, hogy van egy hierarchia, van egy rendszer, abban neked alkalmazkodnod kell, én szülőként elvárom, hogy csend van, és ezt továbbadom a gyerekeknek, és csendben kell lenned. Ez egy merev tekintélyelvűség. Hát annak is oka van, hogy egy apa elvárja a csendet. Ezt mondom, én nem ismertem a faterodat, de ez a mondat, hogy nekünk csend volt a vasárnapi ebédnél, ez egy érzelmileg nagyon távolságtartó apa, aki egyébként elvárja a csendet, és érzelmileg sem magához, sem a családjához, sem a gyerekeihez nem tud valójában kapcsolódni, és a csendet várja el, mert a csebben tud megtestesülni. Ez az apukád. Így van. Az apám nem ismerte. Nem is ismertem, ez ő. Nem is ismerheted, mert meghalt. Igen. Nagyon régóta, de ő például azért lett ilyen, tudom, mert nem ismerte a saját, nem volt apakép, érted? Tehát ő nem tudott mihez viszonyulni és idomulni. Az ő szeretet nyelve nem az volt, megküzdés a családra. Igen, nem volt megküzdés. Az ő szeretet nyelve az volt, hogy meleg van a lakásban, azt meg vagyunk. És ez voltál te? Tényleg csak az volt egy kis. Valószínűleg érzelmileg elutasító, idegebb szülők gyermekeként jött, ezt a mintát tudta továbbadni. Amit te megtörtél és túlkompenzálod a saját gyerekeidnél. Ez az oka annak, hogy milyen sokat vagy velük, ami tök jó, de így pont van. Szembe mész az a megkapott modellel. Pontosan. Nagyon fog szenvedni, ha felnőnek. Nem baj, nem. Az meg már az ő sajt lesz. Én az enyém... Te fogsz szenvedni, mondom, ja. A felnőnek. Aja, már most szenvedek. Majd azt mondom, hogy Yorkshire-i azt megoldja. De ez jó, mert az ember sok... Úristen, nem Yorkshire-i a hónom alatt. Jó lesz az, Feri. Jó lesz, azt majd elbírod majd a siászoddal is. A csend az egy nagyon fontos csend. Az nagyon sok mindent elmond, hogy csendben kell lenni. Az ő generációk, az én nagyszüleim, azok meg ugye, tehát az apámat a full ridegtartásban nevelték. Tehát, hogy az olyan volt, hogy ott ugye a tiszteltelműség, meg az egész, ez olyan szinteken mozgott, alapból a tegeződés, ugye ez egy nagyon ritka dolog volt, meg hogy nem úgy tekintettek a gyerekre, hogy akkor ő egy társ, egy csapattagja, hanem egy ilyen alárendelt, egy ilyen kvázi, egy ilyen legyen nagyon hálás, amiért életet kaptál tőlünk, és ezt a hálát egy életen keresztül kell nekünk biztosítanod, vagy visszaadni, és azért ebből átugrani azt, amit a mi generációnk igényelt már, hogy akkor mutasd ki az érzéseidet, dicsérj meg szeress engem, hát ez akkora küzdelem, ez nagyon nehéz megugrani, nem csodálom. Igen, a te generációd már lehet, hogy ezt igényelte, amiénk még nem tudta, hogy mit igényel. Nem tudtad, hogy mit igényelsz, de azért tudod, ha valaki megdicsért, akkor ott állt, hogy mi ez a furcsa érzés a melkasomban? Mi ez, boldog vagyok? Tudod, valahogy így. Igen, és nem tudtad hova tenni azt se, ha megdicsértek, hogy úristen, egy engem most. Igen, viszont ez vissza-vissza csap, mert én még saját magam is érzem, hogy én se tudok mit kezdeni például a dicséretekkel, mert azt érzem, hogy így, jaj, hát ez jól esik, de közben meg tudod, ilyen, Hajdabba, tudod így, ezért, hogy nem tudom, miért nem tudjuk egyszerűen azt mondani, hogy köszönöm. Mert ez egy transgenerációs ilyen problémánk, amit így hozunk, hogy nincs. Igen. Nem, hogy ezt majd az én gyerekem, ő már el tudja fogadni, hogy ő jó. Ő a legnagyobb király a világon. Nincsenek is kétségei. Sőt, igen, abszolút mértékben. Igen, nagyon érdekes, az ember mit vesz át, meg mit ad át. Na jól van, folytatjuk mindjárt 2 perc, pontosan 7:30 itt vagyunk a hírek után. 3:48 lesz, pontosan 6 perc múlva. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Ott itt Orange be már egy kicsit valamit, hogy legyen egy 10. Ígértem, tényleg. De ez nem úgy, hogy ott csak úgy idén ezt valamit bedob a tarsójába, gyerekek. Hát azért ennél többet gondolunk. Most nem pufogtat el, hogy csak úgy mindent. Majd 20-án gyerekek, majd 20-án. Mire beszéltek? A buliról, a plázson 20-án. Hogy a plázson fogjuk nyomatni. Csak ma ígértem egy zenét, hogy téged fölébresztelek. És ez már az volt? Nem volt zene. Ja, azt hittem. A Rákóczi úton a Keleti pályaudvar és a Blaha között koccanásos baleset, egy sávban halad a városban befelé a forgalom. Milyen időnk lesz, Ferenc? 15 körül. Köszönjük szépen. Az időjárás jelentés támogatója a Szerelvénybolt.hu, a fürdőszoba és az épületgépészet szakértője. Szerelvénybolt.hu. Tök jó, hogy most a hírekben azzal riogatnak, hogy az süketség lesz az új népbetegség, a fogszúvasodás után. 20 év múlva mindenki süket lesz. Én már egy kicsit mostanak érzem magam. Igen, hogy egy füles van a fejünkön, nekünk 15 éve, neked még csak 2 hónapja. Igen. Ez nem annyira gázom, hogy a süketség szerintem. Nem, hát ha választhatnék a 3 közül, akkor lehet, hogy azt választanám. Már mi a három? Vaknéma süket. Ja, melyik lennék? A vállásodat veszed el, a hallásodat veszed el, vagy a hallás? Hallásodat, ugye? Abszolút. Hallás. Mert akkor rezgéseket lehet érezni. Na meg ráadásul akkor így tök nyugodtan tovább tudsz menni érdektelen beszélgetésekből. Abszolút. Tehát semmi, ne. Érve akkor nem tudsz kitapogatózni onnan? De akkor még hallod. Igen, de mondjuk, ha kettőt kell választani, hogy vak vagy süket, vagy néma, Tehát ebből a kettőt kell, nem csak egy... Jó, igen, és a bal vagy a jobb lábadat adod oda, van egy vérmérgezésed, egy nagyon durva szepszised, egy vaginális bakterilózisod. Szepszis. Igen, igen, és elfolyt a vastag beled. Melyiket választanál? Köszönöm, hogy megkérdezted. Én a bakteriális vaginózist választanám. A bérsárhányást választanád, vagy a bakteriális vaginózist? Vaginózis. Vaginózis, ez a dohányzós. Bakteriális vaginózist egyébként. Mondjátok már meg nekem, hogy van az, ezt nem értem matematikailag, segítsetek már kiszámolni. Na. Hogy van az, hogy az Egyesült Arab Királyságban, vagyis az Egyesült... a London... UK. Most mi? Akkor az nem arab. Tehát a londoni part, nem, Egyesült Arab Királyság, ezt mondta. UK. Na, United Kingdom. Köszönöm. Azaz. A londoni parlament... Ez volt a matematikai probléma? Nem, várj, nem, a matematikai probléma. Elfogadta a dohánytermékek vásárlásának fokozatos betiltásáról szóló törvénytervezetet. Ennek alapján... Na, megint mi? Cseszegetik a dohányosokat, de figyelj, a 14-15 éves korosztály soha nem kerül olyan életkorba, amikor törvényesen dohányárut vehet. Na tessék, mi van? De ezt hogy oldják meg? Megölik őket? Népírtás, inkább mint a dohányzás. 16 évesen nem vehetek, rendben van. Még 17 évesen se. 18 évesen se vehetek, hát de akkor mit tolnak följebb egyet? Semmit nem tolnak. Még akármit nem értem. Semmit nem tolnak följebb. Hány éves kortól van? 14 vagy 10? Most azt mondja, hogy 18. Azt mondja, brit szabályozás szerint csak 18 ilyen felülieknek engedélyezik a dohánytermékek eladását. Tehát visszaszámolsz, most van 2024. Igen. Ugye vonjál le belőle 18-at. Igen. Akkor mennyit kapsz? 24-ből 18, 6. Az 6. Tehát, aki 2006 után született, az nem vehet soha az életében dohányterméket. Te ezt érted ezt? Nem, érted? Értem, de 2006-nál húztak egy vonalat. És ez minden évben változtak most? Nem. Ők most 16 évesek. Azt mondták, hogy aki nincs 16 éves, az nem vehet. És ezután bárki születik, ugye most már 2024-ben ő se vehet soha. És 25 évesen se vehet? Nem vehet, soha hát nem vehet. Meg nem értem, te érted ezt? Nem fog dohánytermékhez. Semmi értelme nincsen. Mert hogy akkor most mi, de hogy akkor miért nem kaszálják el a dohánytermékeket, vagy ezt? De a rögszabály rögzítő, hogy a 2009-es kiinduló születési időpontod így minden évben egy-egy évvel növekszik azoknak az alsó korhatár, akik nem juthatnak legálisan dohánytermékekhez. Jaj, de az nem azt mondja, soha nem vehet, csak egyszer lehet, az van, hogy 30 évesen vehetsz majd először cigit. Nem. 2009 te 35 évesen se vehetsz. Született, tehát akkor nem 16, hanem nem tudom, 10 alány éves korától most az 15 éves korától. De akkor megvárni, hogy meghalljanak azok, akik nagyon dohányoznak. Így van, és lesz egy generáció, aki már nem dohányzik azért, mert nem vehet magának cigarettát. Tehát 25 éves vagyok, de nem vehetek cigit. Ha 2009 után születtél, vagy 2009-ben, akkor bárhány éves leszel. Ez jó? Ezt szeretjük? Érdektelen vagyok a témával kapcsolatban, mert én is azért szoktam rágyűjteni, hogyha úgy van, főleg, hogy iszunk, ugye, de csak abszolút egy kocadohányzás, és nem veszek mondjuk cigit magamnak, tehát hogy annyira nem dohányzom, hogy vegyek egy doboz cigit. Ja, lejmolós vagy? Lejmolós, igen. A legszarabb fajta, de tényleg. A kedvenced, igaz, Feri? És a lényeg, hogy így igazából, hogyha nem lenne, akkor nem szívnám. Oké, tehát közben arra megyünk, hogy a füvet legalizálják. Igen. Ugye? De ez akár Németország, és nem akkor szívás lesz, hanem rágás. Rágjuk, de mondjuk a cigit már te mondjuk Angliában nem tudod megvenni. És 35 évesen se tudsz majd cigit venni. Akkor se, ha 2009-ben vagy utána születtél, akkor soha életedben nem. Tehát soha nem kerülsz olyan életkorba, hogy cigit vegy. És eljön ugye az az időszak, amikor a 2009 előtt születettek már meghalnak, be lehet zárni a dohányboltokat, hiszen nincs, aki cigit vegyen. No. Nekem oké. Oké a dolog? Nekem oké. Úgy is kitalálunk valami más, ne aggódjatok. Tehát, ahogy a börtönben megoldották, hogy ciroksepsűt szívnak, majd mi is kitalálunk valamit. Ez honnan tudod, hogy mit szívnak a bőrében? Van egy haverom, Gabóc, aki börtönőr volt hosszú ideig. Hosszú ideig volt börtönben. Nem. Most már egyetemen tanít. Szóval a lényeg, hogy másik lesz is, de hogy szerintem amúgy a dohányzás az benne maradt még így hát ez is egy ilyen örökölt dolog, de hogy igazából semmi értelme nincsen. Te, Feri, te még nagyon te szeretsz dohányozni. Mert szereted, azért, mert függő vagy, azért, mert pótcselekvés, egy csomó mindent el tudsz róla mondani, de értelme az semmi az ég egyet a világon. Tudod, az az igazság, hogy ez addig nem kiságosodik ki az emberről, hogy ott nem ül a Kégolyó utcában, a váróteremben. Tehát, és még akkor, úgy is. Ez vidám. Ez egy éles kritika. Vagy a pontos meglátás. Mert addig meg csak veled majd úgyse történik, hogy egyáltalán, de hogy amikor ott ülsz, és akkor csinálunk majd egy röntgenképet, vagy nem tudom, és akkor így azt mondod, hogy most akkor visszanézve ezeket a cigarettákat, amikor igazán jól estek, hogy megérte Tudod, hogy ez úgy megértek. De figyeljetek, mi alapján dönt az állam arról, hogy alkohol igen, cigi nem, fű igen, cigi nem. Tehát nem értem a... Tehát akkor vegyük el az alkoholt is, akkor vegyük el a füvet, akkor vegyük el... Vagy füvet vegyük el, vegyük el. Tehát akkor az alkoholt miért hagyom Angliában? Tehát hülyére ihatod magad, lehetsz alkoholist, tehát eldohányozzál. Abból van a bevételük 95%-a. De a cigiből is nagyon sok bevétel van. De szerintem az egészségügyön elvesztik azt, amit ugye miért az alkoholon nem? Az alkohol egészségügyi hatásai nem? A magas vérnyomás, érszükület. Ez emiatt van? Hát például. Jézus, nem, de szerintem az van, hogy az alkoholnak, tehát hogy ott náluk ugye ez a sörkultúra van, nem? Az angoloknál. Ők hát meg viszki. Én nem tudom, hogy valóban kevesebb dohányos lesz. Nekem ebben fura módon, és szerintem ezt Anna érteni fogja, valahogy inkább a... Hát dohányzik most, hogy nem tudja. Nem, ez egy ilyen kicsit Orwelli nekem. Szóval, hogy ez a... Tudjuk, hogy káros, oké. Felnőtt ember vagy. Megbízunk benned. Dohányzásmentes generációt nevelünk, fekete piacot növeljük, és mindenki ugyanúgy meg fogja venni a cigit. Tényleg leszokik erről valaki a dohányzásról? Vagy... Érted? Tehát, hogy ez egy nagyon vicces dolog. Miért nem hagyom, hogy te eldönts, hogy mivel károsítod magad, és majd aztán maximum fölemelem az árát. Érted? Tehát megmondom neked, hogy ne dohányozzál. Ez valahogy visszatolom a társadalmat valami nagyon gyerekbe. Legalábbis szerintem. Mindent tudsz titokban csinálni, kivétel a dohányzás. Így van. Nem, mert... Kérdez a dohányzás, mert hogyan dohányzol? Ne fújt ki, mert megérzik a szagát. A füstöt nem tudod úgy csinálni. Tehát, hogy nyilván kitalálták már a füstmentes cigit, de hogy... Nekem ez gyanús. Az államot soha nem érdekelte az egészségi állapotom. Az állam mindig csak... A magyar államot. A magyar államot, a külföldön, a bevételt nézted. Nagyon sok pénz van ebből. Tehát betiltja a dohányzást, arra fogja, hogy jobb egészségügyi állapotban leszek, de mit nyírbál majd még meg azért, hogy én mit csinálhatok és mit nem csinálhatok. Hogy elindultunk a lejtőn. Én szerintem ebben van egy ilyen. Ez nekem nagyon fura. Mi a következő, az óvszerek? Miért nem döntheti el egy felnőtt ember, hogy akar-e dohányozni, vagy nem? Miért nem mondjuk azt, hogy 21 éves korodig nem? Oké, értem. De azért, mert nem bírod rábízni a felnőtt emberre ezt a döntést, érted? Tehát, hogy nem tudjuk reálisan látni a veszélyeit. Amit Eszter mondta, hogy amikor a kék golyóba ülsz, akkor kezdesz el gondolkozni. De miért, amikor nagy szesztilalom volt Amerikában, mit értünk? Hát mindenki elkezdett csinálni. Al Capone és mindenki. Mi volt? Mi volt a nagy szesztilalom? 20-as évek, 30-as évek Amerikájában sikerült? Nem. Tehát, hogy el lehet venni ezeket az addikciókat az embertől. Mi van a kábítószer kriminalizálásával? Szerintem maradjon a heroin, menjen a cigi. De eltűnt a kábítószer? Nem. Elértünk valamit a kriminalizálással? Nem értünk el semmit. Fekete kereskedelem van? Igen. Többen halnak meg ópiát származékoktól, herointól? Igen. Mi van amerikai utcáin? Tele van kábítószerrel. Tehát, hogy ami nem azt mondom, hogy legalizáljuk a kemény drogokat, nem erről beszélek, csak arról, hogy közben küzdünk a cigarettával, és eldöntjük, hogy te már pedig nem dohányozhatsz, mert én megszabom neked, hogy te nem dohányozhatsz. Nekem egy picit, egy fura módon értem az elsődleges primer szándékot, hogy legyél egészséges, de emögött felfedezni vélek valamiféle orváli dolgot. Nekem ez nem egy olyan lemondás, tudod, ami, tehát ez inkább azt mondom, persze nyilván, ha most abban az idegállapotban lennék, hogy nagyon függnék a cigarettától, nem értenék egyet vele, vagy ilyesmi, de hogy közben azt érzem, hogyha ezt így ellene döntve fent, ez olyan, mint a műanyag szennyezés, tudod, hogy most akkor az is hiányozna, hogy a műanyag pohár is, ha így betiltanák a műanyagot forever, tudod, hát egyszer használatosra. Tehát, hogy nekem az se hiányozna, mert hogy se a szívószár, se a műanyag pohár, se az eldobhatóban nem hiányozna, megszoknánk, hogy ez van. Persze, megszokod a bambuszfűtisztopát. Ugye a cigicsikek se hiányoznának, meg a cigifűs se hiányozna, mert megszokod. És hogy ezek azért nem olyan lemondások szerintem, ami úgy igazán fájna. Na, a piából már nem engednék érted, azért, hogy De hogy és akkor miért a cigihez nyúlok? Mert a cigivel szennyezek mást is, vagy a cigivel szennyezem a környezetemet, de vagy ha én iszom, azzal én nem öllek meg téged, ha dohányzom, ott megölök magam körül még 3 embert. Hát ott az égéstermék, ott van az előállítása, ott van a tehát, hogy a cigicsikeknek a kezelésnek a kultúrája, ami nincs gyakorlatilag. Én mai napig látom, hogy kidobják a kocsiból a cigicsiket. Tudom, kiöntik a hamutartót, igen. Mit tudom, és hogy... Kuka mellett eldobva a cigit, nem érted? Ne, ott a kuka, pont tegnap beszélgettünk anyámmal, mentünk a kórházba, kórház mellett, érted? Ott a kuka, oda legjobbat cigizni a pulmonológiára. Igen. Szétdobálva a csik mellette, és nem érted, hogy miért. Angliában valószínűleg ez nincs. Hogy állnak a fű dekriminalizálásával? Hogy állnak? Legalizálják a füvet? Németországban? Azt ott már megtörtént. Ott megvan. Bob Marley szólt a brandenburgi kapunál, imádtam. Éjfél, visszaszágolás, hatalmas jointra rágyújt, mindenki szól a Bob Marley. Gyerekek, micsoda, mekkora királyság, szól a Bob Marley. És azt mondják, hogy mától X mennyiségben tarthatsz és termeszthetsz. És nekem ez egy semmi semmi bajom nincs ezzel. Semmi bajom. Ez a rendelkezés egyébként, most visszatérve a cigihez, ugye nem nekünk szól, akik már dohányzunk. Ti dohányozhatok halálotokig. Így van, hanem azoknak szól, tehát azt a fiatalságot védi, aki azért fog rágyújtani, mint hogy mi is azért gyújtottunk rá, mert menők leszünk tőle, azt gondoljuk, nem leszel tőle menő, de hogy menők leszünk tőle, azt veszi el. Tehát radikálisan fog csökkenni azon fiataloknak a száma, akik menőségből rágyújtottak, és aztán benne maradtak ebben a sztoriban. Az egészségügyet biztos, hogy tehermentesíti, mert ugye vannak olyan országok, ahol nem a gyógyítás az elsődleges cél, hanem a megelőzés. Érted? Nekem fura módon, bocsánat, igen, mondd végül. Ott abban például jó. Hogyha nincs dohányos, akkor kevesebb a tüdőrákos, kevesebb az érrendszeri beteg, a szívbeteg, és a többi, és a többi. Tudod, hogy hiszek az összeesküvés elméletekben? Nem hiszel, te magad vagy egy összeesküvés elmélet. Na, majd 8 után meg mondok, még belefél egy rövid most. Most? Nekem bele? Miért hát nem Zsülnek nem szokott beleférni. Zsült, kivitette mindent. Ti földön kívüliek vagytok? Igen. Én föld nélküli vagyok, az jó, azt beszámít, föld nélküli. Emlékeztek, mennyit nevettetek rajtam? Leginkább ti, igen. Meg a kicsi már nincs itt. Igen. Igen, az összes hülye ufós híred. Na most nem akarok ufós hírekről beszélni, ja. A chemtrailről beszéltem, meg a harpról. Igen. Megint a dezodort akarod letagadni? Itt húzom meg a határt. Ja, nem tudom, hogy belemenj, mennyi időnk van most, belemenjek a dubai viharral kapcsolatban. Kevés, néztetek Twittert? Így az elmúlt pár napban? Én még a tőletekre sem mentem fel. Nem olvastok Twittert? Most nem tudtam olvasni, nem. Még mindig Origó, meg 24.hu itt tartott. Az arra kelek, fekszem. Magyar egy. Aj, gyerekek. Na, mi történt? Kiderült, hogy ez a Dubai... az időnek. Szeretem ezt a huncutságot a szemedben. Szeretem ezt a azt érzem, megvadulás lesz. De nem, mert 8-tól Ferinek van egy tök jó témája. De majd akkor behozzuk fél. Az impotencia. Az impotencia és a zsigeri. Igen, hogy van-e összefüggés a kettő között? Van. Amúgy tud vele csinálni, na mindegy, szóval a lényeg, hogy... De arra már kevés ez az idő, hogy igazán megfürödj ebben a pocsolyában, hogy a Laposföld díjat felé még egy lépést tegyünk. Mikor fogják megadni végig ezt a díjat? Idén behúzom. Hülyék lennék, ha odaadnák, mert akkor nem tudnak jövőre jelölni, tehát hülye, inkább csak jelölnek, mert az nekik eladja a sajtóorgánumokban. Nem, hát legyen a... termelsz még egy ilyen követőt, mint te vagy? Mi van? Hát ugye a sok ugye elméleted, de majd jön majd valaki, aki jobbakat. Nem elmélet. Képzeld, hogy láttam a Twitteren egy videót, ami arról szól, hogy Abu Dhabiban van egy meteorológiai központ, ahol mindjárt megmutatom. A Weather Company, ami arról szól, hogy hogyan hoznak létre Dubai és Abu Dhabi felett mesterséges viharokat, hogyan növelik meg az esőcseppeket. És vannak a Twitteren bejegyzések és videók arról, hogy hogyan hívták fel a lakosság figyelmét arra pár nappal a dubai vihar előtt, hogy tisztelt lakosság, az van, hogy nem sokára érkezik a történet, itt tessenek figyelni, de nem az óceán felől, hogy szokott, és bemutatja magának a, hát nem a chemtrailnek, de az esőcseppek megnövekedésének repülővel való végrehajtását. Egy csávó, aki elmondja angolul, igen, manipuláljuk az időjárást. Nagyon érdekes, hogy hozzunk létre egyébként a sivatag felett esőt, hogyan növeljük meg az esőcseppeket, és mit permetezünk bele a felhőbe, ami által a felhő megnő, és létrejön az eső. Hát azért ez minden több, mint izgalmas. Majd jön egy világméretű felhőszakadás, ami néha volt már, meg tudom, régen is megtörtént. Oké, rendben van. Nagyon izgi. Hogy jön ide az UFO? Sehogy. Akkor miért kérdeztem, hogy UFO legrosszabb felvezetése volt. Már teljesen azt mondod, hogy UFO-ról fogsz szólni, szerint jössz a rohadt esővel, és mi lesz, mi a következő? Tényleg, hogy nem lesz Buda? Szivárványok, hogy mi? Nem lesz Buda? Buda tagadók. Nem lesz Buda? Eltűnik Buda? Édes Istenem. A Cloud Seed, felhőmagvasításnak hívják. Mindjárt megmutatom, jó? Ez megint a középkorférciaknak a mániája. Olvassatok Twitter, gyerekek. Ne csak magyar sajtóorgánumokat, mert szűk a metszet, amiből egy ráláttok a világra. Egy kicsit tessék tágítani ezt a dolgot. Felhőmagvasítás, hallod? Felhőmagvasítás. És komolyan azért vagyunk ilyen csendben, nem mertünk belekezdeni egy témába. És hány percünk van még? Már rövid volt az idős, kifejtse. Gyújtsatok rá! Jussatok rá. Amúgy, de figyelj, őszintén, amúgy, ha megkérdeztem tőled, hogy tudom, hogy, hogy most értem a szabadságkorlátozást. Te hülye vagy, Balázs? De pontosan milyen gyógyszereket szedsz erre, amit viszont meg... Semmi jött ez a baj. Szerekét vérnyomás, csak 2-2 szorongásoldót, egy álmatlanságra, a 2-t az altására, egy kúpot, egy VB kúpot és egy rektális análtágítót. Igen, a kúpnak kell a hely, de hogy a téliszolábi méretű kúpokat használva lesz. Ikea gyertya méretű kúpjaim vannak. Oké, csak egy információ. Csak egy. Ugyanilyen vihar, a feljegyzések szerint volt 20 éve. 70 évvel ezelőtt is volt. Amikor Feri született. Ez nem azt jelenti, hogy a sivatagban nincsenek viharok, hanem azt jelenti, hogy ezeket a meglévő esőcseppeket ők fel tudják duzzasztani, tehát jön a felhő, érkezik leszállt a vihar. Közé. Nem, ők tudták, jött a felhő, érkezik a vihar, tehát megjön maga a vihar, ahogy most is jött az óceán felől. Megnagyítják a... És megnagyítják, felnagyítják az esőcseppeket. Túltolták. És túltolták a csávót. Ezt a gumimacikban ugyanezt történt, harmadik évad, második rész, ugyanezt történt. A gumibogyó szörben? Így van. Emlékszem arra a részt. Jó, 8 után megmutatom nektek az Abu Dhabi riportot. Jó? Más gondoltál? Hát reménykedtem. Hogy lesz valami normális. Itt már 2 hónapja. Most számtassával. Tekintsünk rá, aztán Feri volt valami állapotfelmérésen. Én arról azért szeretném faggatni egy kicsit. Hogy van a zsírmája? A zsigeri zsírom? Hogy van a zsigeri zsírom? De mit mértek még meg, Feri? Másra nem emlékszem, mert ez annyira letaglózott, érted? Nem sírsz. Nem, térden állva könyöröksz, hogy szüntessék meg ezt a gépet, a rendszert, a módszert. A kis rohadéképi letagadta volna, tegnap együtt mentünk a liftbe, és látom, viszi a kajaszütyőjét. És mi van, Feri, megint rendelsz? És tudod, csak egy ilyen félmondat. Igen, voltam valahol, megint megmértek, tudod, és én nagyon kétséges. Mondom, ugye tudod, hogy holnap ezt el kell mesélni, hogy hol voltál. Én a DTK-tól tudtam meg, hogy diétázik. Hát itt előadta, így az ír, úgy az nem, aztán előttetek. Úgyhogy után eleplezzük a Twitteren az Abu Dhabi vihart és Feri zsigeri zsírját, hogy megint megmérték a pufit, és rájöttek. És ez nem én vagyok most. Rájöttek folytni a rendes vagyok hozzá. Igen, jövünk mindjárt 3 perc, pontosan 8 óra. Fújtatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék! 8 óra után vagyunk, 10 perccel jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk. Na, hello, hallgatók. Hello, bello. Hello, bello. Azt hiszem, hogy van egy közlekedés hírünk. Sietnünk kell, mert nagyon sok minden van. 14. kerület Fogarasi út 4 autó út között. Tűzoltók, mentők, gyerekek, Fogarasi befelé vége van. Rákóczi úton a keleti pályaudvar Blaha között koccanás. És a 0-ás nem sikerült átadni, mert még mindig dugó van. Ezt Tomi küldte nekünk, köszönjük szépen. Nem ért ki az átadó bizottság a dugó miatt. A dugó miatt, igen. Elbarikadázták saját magukat, a munkások leborultak, a gépeket ott hagyták, a további 2 hétben ugyanúgy sávelúzást lesz a 0-áson. A dilattációt kiavították, de a munkagépek ott maradtak. Na, szóval, hogy csak hogy manipulálja az ember az időjárás, hogy játszik is, tehát ez egy érdekes dolog, ugye a világsajtót bejárta a dubai történet, hogy mekkora eső volt, meg ez a fránya meteorológia, meg jaj, ez a elsivatagodás, meg az éghajlatváltozás. Most kiderült egyébként, hogy ezek a dubaiak, egyébként meg az abudabiak, akik nyilván egyes ugyanaz, hogy ezek Istent játszva hosszú ideje kísérleteznek azzal, hogy nyúljanak bele az időjárásba. És ezt akarják elhozni Rákos mentére. És ezt akarják elhozni, ezek jönnek ide építkezni, haló! Ébredj föl, magyar! Elázol Budapest! Eszednél legyél, mondok, a szél kifúj a teraszodról? Eszednél legyél magyar. És láttam a Twitteren egy riportot, ami arról szól, hogy bemegy a csajszia az Abu Dhabi időjárás központba, és elmondja, megkérdezi a csaj, mindjárt megmutatom nektek, megkérdezi, hogy milyen időnk lesz ma, esni fog? Nem fog esni. Na de nézzük meg, mit szeretnénk, ha esne. És ugye ez nem azt jelenti, hogy ők a 0-0 napsütésből hirtelen vihart csinálnak, hanem azt jelenti, hogy látják, ahogy jön az eső, látják a lehetőséget, és megnövelik az esőcseppeket azzal, hogy injektálják tulajdonképpen a felhőt. Testosteronnal. Megőrülsz. Nem ezüstkollaidot használnak amúgy? De valamilyen ezüstöt permeteznek. Figyelj, itt a riport csak, hogy mi történik, hogy halljátok, hogy nem én vagyok a lapos földhívő, bár ezek után megszöstem, tuti megkapom. De te vagy, jó? Telefonjára mutatja be. Nem tudom, mert nincs, nem tudjuk berakni a Twittert, mert Zsülnek nincs Twitter, fiók, a gyerekek. Basszus, mindig itt tartunk, hogy marad és Zsülnek csak a Megafon. De mikor fogod regisztrálni magad? Zsül XXL69 néven. Csak a Pesti srácok és a Megafon. Lehet ilyen stábba dolgozni, gyerekek. Hát itt a Twitterben van tiltva, érted? Én is feketén töltöm le. Na. Mutatom az interjút. Fordít valaki? Ne, nyugi, fordítok. Eszter? Itt az angolos. Nem bonyolult. I'm on it. Let me speak my truth. Nem tudom elindítani. Jó, figyelj, riport. Bocsánat, nem szól. Elnézést, pillanat. Az a baj, hogy böngészési előzményeiben vagyunk, még bármi megszólalt ezen a ponton. Csak annyira álljunk meg, hogy 2024-et írunk, amikor te arról beszélsz, hogy mesterségesen növelik az esőcseppeket, és egy rohadék hanganyagot nem tudsz bejátszani. De bocsánat. Miről beszélsz, te vaktyú? Ez az orról fogunk beszélni? Nem tudsz bejátszani egy hanganyagot 2024-be, és azt gondolod, hogy megnövelik az esőcseppeket? Nekem van Twitter fiókom. A rádiónak nincs Twitter fiókezi, nem tudom pultra tenni. Plusz nem a Balázsnak kell megnagyobbítani az esőcseppeket, azért. Na. Nézem, mi van itt ebben a rádióban. Origó, Pesti srácok, Megafon, M1, ezeket tudom megnyitni. Ez egy jobboldali rádió. Hát így, persze, ennyi. Hogy nincs Twitter. Ezért kaptál lapos fenékdíjat. Hát persze, hogy a telefonomról kell megnyitnom a Twittert. Na figyelj, oké, hallgass. It's gonna rain in Dubai today, just so I know. I have to drive back from Abu Dhabi to Dubai. No. It's not... Azt kérdezi, hogy lesz-e ma eső Dubájban vagy Abu Dhabiban, és mondja, hogy nem, ma nem fog esni. Figyelj. It's a sunny day. The UAE government invested more than $20 million in research to start a process called Cloud Seeding. Ugye itt arról beszél, hogy $20 millió többet investált a dubai kormány abba, hogy létrehozzon egy eljárást, ami azt jelenti, hogy Cloud Seeding. Ugye ez a felhők elültetése, beoltása, injektálása. És úgy látszik, nem fordítható, mint tükörfordítás, hogy én akkor jelenni fogok a halláskárosültaknak a rádióban. Téged nézlek ezután. Oké, Cloud Seeding. Ugye ez az eljárások a folyamata. Figyelj, mit csinálnak. Seeding, figyelj. The UAE performs around 1,000 hours of cloud seeding a year, and it's all controlled by this building in the National Center of Meteorology in Abu Dhabi, where they track the whole process. Ugye itt arról van, hogy Abu Dhabiban van egy központ, ahol ő bemutatja az egész eljárást, hogy mit csinálnak magával az érkező felhővel, ami jön. Abu Dhabi és Dubai felé. Ez a vihar, ez jött Dubai meg Abu Dhabi felé. Aha, te magyarul nem tudsz jeltolmácsolni? Ezt jeltolmácsoltál? Én most arabul csináltam. We met with a cloud seeding expert to explain how the seeding process works. We wait the forecast. Azt mondja, hogy megnézzük most a szakértőt, aki megmutatja, hogy működik maga ez a módszer, ez a cloud seeding módszer, ez hogy működik. Jön az animáció, beszarsz. Ez az egész? Mert itt egy nővel beszélget egy arab tudós. Ne öld meg! Bocsánat, nem Szaúd-Arábiában vagyunk, Dubájban vagyunk, Egyesült Arab Emirátusok, ott azért egy kicsit több előjogai vannak a nőnek, nem Szaúd-Arábiában vagyunk. Igen, de szemében néznek egymásnak? Nem, pilincs van a nőn, érted? Csador van a fején. Oké, figyeld. Have a good, chance for cloud. We send the aircraft to that location. Go under the cloud. In the first stage of the cloud, there is good updraft at that time. Start to release all the salt and with the good. Ugye itt arról beszél, hogy megérkezik maga a felhő, megérkezik a repülő, körbe repüli magát az esőfelhőt, és közben ezt a fajta sós, ezüst, nem tudom milyen permetet belelöki a felhő közepébe, és mutatja ugye az eljárást, a gépnek a szárnyait, ahol mint egy aerozolt ezik is bespriccelik magába a vihar felhőbe. A férfiak meg ez állandó ejakulási kényszerű. A spriccelés mit megint? Az ember Istent játszik. Itt van maga a processzor, az eljárás. The droplets will become bigger and start to rain. Itt azt mondja, hogy az esőcseppek megnövekednek, és egyszer csak elkezd esni az eső. Tehát a dubai eső, ami történt, az nem a természet. Mesterséges eső. Az egy, jött volna egy vihar, és jött is. És akkor rohadt sok ezüst van a talajon. Nem tudom, de ezt a gépet nem lehet ráküldeni a pedagógusok bérére? Aztán megnő. Hát nem... Jó? Oké. Okay. De ez, hogy ez a faszi, ez biztos, hogy lengyel. Azért foglalkozom, ez a faszi. Jó, hogy ezt néztük, ezt a videót. Nem ezt a videót nem néztük, és ő talált közben egy másik videót. Tehát, hogy tulajdonképpen arról szól, hogy ez egy mesterséges vihar volt, érted? Önmagában. És túllőtték a srácok, egy picit túltolták, és ezért történt, ez nem tudom bezárni, ezért történt az, hogy Dubáj infrastruktúrája és mindene 2 napon keresztül Armageddon szintű esőzés mutatott. Nem jött volna ilyen eső. Tudod, ki maradt Dubájban? Senki, tönkrement. Istenes Bence. Istenes Bence is ott ragadt, igen. És ebből lettek maga a felhő magvasítás folyamata, hogy fordítják, ugye, ezt csinálja egyébként a NASA, ezt csinálják a kínaiak, ezt csinálják az amerikaiak. Csak amikor, mint a 10 évvel ezelőtt volt a chemtrail őrület, akkor azért annak is lehetett egy olyan valóság alapja, hogy igen, a légkörrel mi szórakozunk, mi játszunk, mi manipuláljuk az időjárást, és hol esőt, hol nem esőt csinálunk. Na most innentől kezdve mit tudok én csinálni a te országodban? A te országod felett, a te felhőddel, a te viharoddal, és mit tudok én neked mondani, hogy gazdaságilag mennyire tudlak sakban tartani, ha mondjuk eláztatom úgy a fővárosodat, hogy egy hétre megménul a turizmusod, az infrastruktúrád és mindened, de csak az én gépem repült oda egy kicsit, és játszott a te vihar felhőddel. Tehát azt azért látod. Oké, hát vagy van katonai géppel megyek, vagy nem, vagy mit tudom én. Ők most saját maguknak csinálták. 311 felhőmagvasítási küldetést hajtottak végre 2022-ben. Felhőmagvasítási küldetés, érted? Az ember Isten játszik. Napra egy? 1000 órányi repülés jelent. Az Egyesült Arab Emirátusok korábbi éghajlatváltozás környezetvédelmi minisztere elmondta, hogy egyébként az édesvízellátás javítása és a vizek feltöltése, a felszín alatti vizek feltöltése a cél. Tehát a csávok úgy gondolkodnak, nincs elég eső, csinálunk. Sivatagban vagyunk, megoldjuk, manipuláljuk az időjárást. Anna, szerintem messzire vezet. Van kint a konyhában egy alufólia tekercs, mert csinálnék egy sapkát. Jó, köszönöm. Mert jó, az eperárakat azért nézzük már át, mert neked is hajtogassak szívem. Szerintem a mi gazdaságot már az eperárak bedöntötték, igen. Nem hogy az esőcsinálás. Túl nagy eső árasztotta el Dubájt. 450 forint a forint. 9000 forint lett az eper, mert Dubai dollár az egekben. Elszabadult a dollár, 1000 forint egy liter benzin, mert Dubájt elöntötte a víz. Jó, minden veszélyes. Ezek soras tócsákban ugrálás. Sosem szeretem, amikor az ember Istent játszva belenyúl valami természetes folyamatba, mert azt hiszi, hogy majd átveheti bizonyos folyamatok felett az irányítást. Nézd meg, mi lett belőle. Túltolták a fiúk. Nézd meg a dubai képeket. Én azt hiszem, a Dubajban, hogy mindent ilyen luxi módon oldanak meg. Tehát most, hogy ugye latyakos lett a sivatag, most elvihetnek oda ilyen kelet-európaiakat megtanítani őket, hogyan kell járni benne, meg ilyesmi, nem? Tehát, hogy azért, hogy na, hát után nem kapom meg a lapos földet, gyerekek, soha. Ennyi. De ott van, tessék a Twittert nézni és olvasni, mert azért izgalmas dolgok vannak. Mi volt a zsigeri zsíra? Tessék. Ezek után. Hát hova tovább még? Hova emeljük? Csak mondom, elment orvosi vizsgálatra, megpróbálta eltitkolni. Eszter, tiéd a terep. Nem próbáltam meg. Nem érkezett el az idő. Nem mentem el orvosi vizsgálatra, az orvosi vizsgálat jött hozzám. Szóval behívtak a vérképen alapján, visszahívták. Nem, kérlek szépen, a tavalyi sikeres. Igen. Fogyókúra, ugye? Az így megmaradt tulajdonképpen, tehát nincs nagy baj, viszont hétvégén voltam, ugye itt a rendőrségnek volt ez a motoros nyílt napja, és volt egy állapot felmérés, és mondja a csávó, hogy Feri, nem ugrasz föl a gépre. Hát mondom, de pont van még fél órán. Nekem ilyet mondanak, én elhagyom a szobát, csak mondom. Ez a baj, mert menekülsz, nem mersz szembenézni magaddal. Milyen gép, mérleg? Ne, hát ez egy mázsáló? Egy mázsáló, de test összetételmérő, izomtömegmérő. Mit mértek volna rajtad? Ja, rajtad? Igen, rossz gépre szálltál volna? Igen, de azt mondta, hogy van izmom. Ezen én is meglepődtem. Mondtam, hogy szerintem szar a gép, tehát most álljunk meg ezzel a dologgal. De milyen abuzálás ez, hogy egy rendezvényen felszólítanak, hogy állj fel egy gépre? Ez body shaming. Ez gyakorlatilag a rémámom. Ez a rémámom. Ez body shaming. Hogy nem akarják kipróbálni. Gyangoltam folyamon, és azt mondják, hogy... Igen. Eszter, mielőtt fölép a színpadra, önt lemérlegeljük? Nem, ez sokkal durvább, akkor megjelentek az okos vécék. És hogy ugye... Várj, ez egy másik téma. És megmutatta, hogy 6 milliósat szarok. Nem, hogy az, hogy ez megtörténhet, hogy mér is, és beszél is. És ugye el tudod közben, hogy ott ülsz a WC hajnal 6-kor, és így a WC így mondja... Oh-oh! Attól tartom, ön elérte a végső súlyhatárát. És itt valószínűleg van ott még, ahonnan ez jött. Ugye jól gondolom, kis gazdám. Még nincs minden. Na jó, oké, föláll, és te fölálltál. Hát áldozat vagy. Hát nem vagyok áldozat, kíváncsi voltam, hogy mit tud a gép. Zoknit le, cipőt le, ugye mezítlábas. Jézusom, a lábujjkörmédet is látták. Hát azt megpróbáltam takarni, plusz megfogsz 2 ilyen kart, és akkor így méred meg magad. Mér egy átlag általános súlyt, azt tökéletes, kiadja az izomtömegedet, menj el, biztos, hogy nálad kiakad. Wow. Nekem azt mondták, hogy van izmom, mert én is meglepődtem ennél a résznél, de ekkor jött a fekete leves, ugyanis ez a gép kimutatja. A herején kicsit nagyobbak, mint amire azt is tudtuk még ezzel. És borzasztó melanóma van a háta közepén. Azt se zavar, hiszen én nem látom. Ugye? Sajnos rossz indulatú. Ezt a műsort még nevezetheti fáradtokba, az okozok járnak. Az üszkösödés elindult. Vagy csak körömgomba? Na mindegy. Nem, itt jön. Na, itt jön. Megmaradtásról, meg nehogy te, ne is te, hogy kidőljél, hallod, ő állandóan hallnoklik, te kidőlsz, itt fog ülni egyedül, a Viki az Anna, mindent csináljátok. Lehozod, nyugi, lehozod, ugye? A zsír különböző helyeken raktározódik a szervezetben. Jajaj. Combon, fenéken, karon, fül mögött, arcon, kinek ugye hova jutott? De a legveszélyesebb. Jézusom, a péniszsír. Annak örülnék. De több 10 000 ember sodor veszélybe a péniszsírban. De annak örülné, vastagít, érted? Mondd, hogy még van 1-2 évünk. Van. Jó ide, jó. Főleg, ha teszünk ellene. Mi van, hol a zsír? Csak nem tudjuk. Ezt úgy hívják, hogy... Kell a zsír? Nem, de kell a zsír. Van elég. Igen. Zsigeri zsír. Megint? A zsigeri zsír, gyerekek. Azt mondta a bácsi, hogy ha nem teszünk ellene valamit, akkor elérkezik az a pillanat, amikor egész egyszerűen hasra ránt a zsigeri zsíra, hogy megyek, érted? Az mi, hogy mi van? Hát, hogy elesel, hasadra esel. De van már, hogyha nagyon meleg van, akkor egy csíkot húzol magad után? Ilyen már van. Kiló krumplit ki tudok benne szűrni. A gyerekek meg mennek utánad és tunkolnak? Ilyen már szokott lenni egy kiló kenyérre? Apácska, menj még egy kört, olyan finomat tunkolunk. Még egy 3 kilós kenyér. Mi az? A zsigeri zsír, ami a hasadban, a belek, a máj, a epe, a lép körül lerakjókódik, érted? És ott vagy bent hájas. És ez zsíros. És azt mondta, hogy ezzel komolyan kell foglalkozni. Hát figyelj, az van, hogy az a kis diét, amit láttok, az a zsigeri zsír eltüntetésére. Olyan cuki volt, tegnap ment egy ilyen kis zacskó, és egy ilyen minikaja lebegett a szatyor alján. És erre kérdeztem, hogy Feri megint? Én csak ennyit kérdeztem, hogy megint elindul. Megint baj van. Megint baj van, haver. És összemeggel nincs bajom. De sok a zsigeri zsír. A zsigeri zsír, érted? Mikorra tűnik, és honnan tudod, hogy eltűnt? Hát laposabb leszel, gondolom, vagy elmész egy újabb mérés. Tehát, hogyha folytsz, akkor a hasadról elmúlik a háj, de a szövetekből, a belső szervek körül körbe zsigerzsír is elkezd vékonyodni. Hát, igen, a legelső, amit ledobsz, az az egyéb helyeken lévő zsír, érted? Igen. A külső zsír, a bőr alatt lévő zsír. Még erre várok. Igen. Én ezt fixálok ebben a szituációban. És azért hoztam be ezt a témát örömmel, mert gondoltam, hogy jössz velem. Nem, már ilyen tökre szorong, meg egy csomó mindent visz. Most még ezt is a nyakába teszed, 4 napig nem alszik. Én magam, és visszajök ide. Remek altatót tudok szerezni. És olyan dolgok fognak itt történni. Nagyon jó altatóm van ezek után, csak mondom, szóljak el. Na, Ashwagandhát fog ajánlani, semmit nem használ. És akkor most mi van? Hát a zsigeri zsír eltüntetése a cél, tippek, trükkök, gyerünk gyerekek, ássunk utána, mit mond a nagykönyv a zsigeri zsír. Én nagyon egyszerűen megmondom neked ezt. Zsírleszívás. Ne zabálj. De nem ilyen egyszerű. De hagyd abba a zabálást. De nem zabálok, aztán láttad, hogy mit eszel. Fogyni akarsz? Ne egyél. Ne egyél. Csokolom. Ez a hánytatás és a hasonlés is, szóval, hogy jó. A zsigeri zsír már lerakódott, a hányással nem jön ki. Nem lehet, nincsenek ilyen gépek, mint a Abu Dhabiba? Hogy beraknak egy ilyen izé, és akkor lecsökkentik a ezüstkollaiddal a zsigeri zsíradat? Vagy nincs. Nincs egy ilyen villantás, egy ilyen lézeres. Nincs. Ez egy nagyon kemény harc, gyerekek. A zsigeri zsír elleni küzdelem. Zsírporszívó? Már nézem is a könyvét. Akarod hallani a zsigeri zsírt? Akkor nem nézzük a dohányzást. Várjál, tehát tegyük tönkre Ferit már a dohányzás. A zsigeri zsír sajátosság, hogy a testünk összes üregét borító savós hártyán belül rakódik le. Ezek vékony kötőhártyákra hasonlítanak, amelyek gyakran filmnek neveznek. Ez az oka annak, hogy a sebészek könnyedén eltávolítjuk a bőr alatti zsírt, míg a zsigeri zsír típusú ellen tehetetlen. Adjuk a francba akkor az egészet. Még 2 évig van szerződésünk, egyedül leszek. 2 év? Neked nem szóltak? Hova írtál alá? Neked nem szóltak, hogy nem dőlhetsz el itt most marra? Tényleg egyedül maradok a végén. Anna, Viki, készüljetek. Itt mindenki rottyon van, gyerekek. Mindenki rottyon van. Saját egyedüli műsor legyen, és az egész csak egy ilyen rámond, mint az ilyen katolikus rádiókban reggel majd lesz. Gyerekek, mindig ez van, a pufik oda vannak. Érted? Mit csináljuk? Zsír? Vagy mit keresek? Zsír? De Feri, és akkor most mi lesz? Tudod, hogy a Balázsnak nincsen zsigeri zsírja. Hát nézd már rám. Akinek ilyen sűrű hajkoronája, nem lehet ingyen. Ennek valószínűleg bennem egy féreg él, ami megzabál mindent. Hol van a Z betű, az ABC betű, tudtok segíteni? A vége felé. És akkor most mi lesz, fogyókurázol? Hát most valamit ki kell, még nem tudom a módszert, hát most a legegyszerűbbhez nyúltam. Gyere boxolni hozzánk. De az nem a zsigeri zsírt szedi le. Hidd el, kiszed az mindent. Azért, azt kihagyta. Azért azt megnézném, hogy veled kell boxoljak. Nem, velem kell, a kistestű Enikővel kell boxolni. De a kistestű Enikő az meg elugrik az én ütéseim elől, és beviszi a gyomros. Rettegni fogsz Enikőt a hideg. Tudom, ezért mondom. Mennyit kell dobni, állítsunk mérlegre. Hozzatok mérleget. Nem úgy van, nem így tudod mérni. Hát ez a rákfenéje, hogy nem a mérleg mutatja ki, a zsigeri zsír mérő mutatja ki. Na de ha te most vagy 120, abból lefogy 100-ra. De nem mindegy, hogy honnan fogyod le. Azt izomból veszíted el. Az egyéb zsírodból nem ez a cél. Az a cél, hogy zsigeri zsír tűnjön elő. Nektek ilyen nehéz az életetek? Igen. Nekem egyáltalán nem volt nehéz életem. Nekem egy nagyon-nagyon jó, kiegyensúlyozott, balanszos életem volt, amíg nem kerültem ide. Nem vagyok rákényszerítve erre a helyzetre, amit történik. És amúgy is. Én azt mondom, hívjunk már valami. Áda, itt vannak ezek a táltosok, akivel körbeveszed magad. Nem tudja valami kiszippantani Feriből ezt a zsigeri. De vidd el auraporciózásra. Hát elviszed auraporciózásra, lehet, hogy olyan egy Roventa 500-asra úgy lekapnak érte. Várja, alulról vagy fölülről nyomják be, nem mindegy. Bekapcsolja a Roventa 1300 wattos, úgy leszívja. Egy gombostűvel megszúr, odarakja a porszívónak a fejét, úgy kiszívja, mint a húzat. De nincs valamilyen szoláriumon, befeksz az cső? Nem tudom, hát ez azért... befekszik egy szoláriumba, és kifolyik belőle, erre gondolsz? Ájulásig olvasztják. 4 napig megfekk, és kifolyik belőle 50 liter zsír. Ha ez működik, nekem oké. Nekem oké, menjünk, fogjuk bele, de... És mit mondod, oké, hogy ez, ha nem változik, akkor ráül a szöveteidre, a szerveidre, és... Hát kampet? Meghalok. És kampet? Így tehát, hogy van. Na, van, ma tessük. Ez annyira pozitív ez a nap. Milyen nap van ma, hogy megnéztük egyáltalán? Zsigeri zsírnap. Megtalálni és eltüntetni is igen nehéz, hiszen nem mutatja meg a mérleg. Húha, Feri, ez nagyon nagy baj. Most olvasom ezeket. Hát minden mozgás hasznos. Örülök, hogy megismerhettelek. Gyönyörű volt az együttöltött utolsó hónapunk. Igen. A zsírégető gyakorlatok a legideálisabbak, hogy a zsírszövet közül eltűnjön a zsír. De mi az, hogy zsír, zsigeri zsír? Már a neve is olyan nagyon ilyen ijesztő, hogy nem? Hogy éjszaka valószínűleg megtámad a zsigeri zsír, és felzabál. Zsigeri zsír vagyok. Nem tudsz letenni. Te azt gondolod, ilyen hangja van? Nem. Mi hangja van? Zsigeri zsír vagyok. Ilyen affektálós, gonosz, nagyképű. Szerintem nagyképűen affektál, és azt mondja, én vagyok a zsigeri zsír. Megzabáltam a gazdatestet, véget van, kinyírlak. De ha megöl téged, megöli magát. De ez nem, nem tudja, ennyire nincs tudatánál. Rá rendszeres mozgás és az edzés is, ami az izmunkból fogyjunk, tehát a zsírégető gyakorlatok. Norbi, hívni kell Norbit. Csak biztosan valami más módszer is. Norbi! Halló! Vagy próbálj meg kidohányozni magadból. Szívjál többet, egyél kevesebbet. Vidd a tüdőrák irányába. Meg vagyunk. Terej! Ne szavard össze! Gyere a tüdőrákról, ott lesz. A zsigeri zsírot ültölöd. Mi ez a füstszag? Ez nem az én közegem. Már az? Hús! Én vagyok a tüdőrák. Kiúsztam a zsigeri zsírt. Igen. Nem találtál? A zsibbadák. Zsibbadás van benne. Zsibbadi nem, zsibbadsz. Zsibbadás nincsen. Zsénél csak a zsibbadás. Zsibbadás. Semmi nincsen. Jó, akkor jövünk mindjárt. Csubi. Ez ám a muzsika. Ez a muzsika, gyerekek. Ez a muzsika. Fölébredtek? Ez még egy kávé. Csak a Prodigy. Ez Prodigy. Ez mekkora muzsika, gyerekek. De hogy nem ellennéd egyedül. Kevergetnéd a zenéket. Szerintem nagyon. Igen, nem magadat. Nem éreznéd itt jól vagy. Senki nem szól bele, nem mondjuk azt, hogy mekkora baromság, amit mondasz. 7-től 8-ig összeesküvés elméletek, 8-től 9-ig megint, 9-től 10-ig pláne. 10-től 11-ig zsigeri zsír. 10-től 11-ig támad a zsigeri zsír. 8-tól testi bajok, lelki nyavaják. Igen. Hát? Na? Én csak annyit mondok, ha ezt a zenét nem bírod, ne gyere el 20-án. Te ott a falra mászol. Tervezem is, hogy máshol leszek. Kutya vagy, ha nem jössz el. Ott fogok, végig kell bírnod ezt ilyen... Nem gondolod, hogy... Ferivel csáráshozni fogunk erre a számra, ezt én meg tudom neked ígérni. Ha Modern Talkingért, ha Lambadáért és a Dieter Bohlenért jössz, maradj otthon. Akkor nem jó helyre jössz. Vagy maradj a parkolóban, ahol Feri fogja hallgatni ezt a kocsijában. Ne légy hülye, ez nem az a buli, nem lesz Modern Talking. Inkább add el egyet, ha erre vársz. Old School Talking lesz. Nem ez lesz. Ajándékozd el, és jó leszel. Tévúton vagy. Figyelj, nekem tök mindegy lesz. Ingyen kaptam a jegyet, jól fogom érezni magam. Ez is egy embertípus. Te kaptál? Én mondtam neki, hogy ha nem ad jegyet, akkor a kedvencemig gyerekét majd egy kicsit eltüntetem egy időre. Megy nyíregyházi kukoricaföldeken fogja kapálni a... Megy be dolgozni a földekre. Így is van. Na jó, elhunyt férfi? Mennyiért? Mennyibe kerül? Csak elmondom a hírt, és szeretni fogjátok. Jó. Elhunyt férfit tolt be a bankba egy nő, hogy hitelt vehessen fel a nevében. Ez egy gyakori szituáció. Hát, nem? Önmagában azt hiszem, hogy már meg vagyunk. De én láttam a videót. Van videó. Ott van. Van videó, és konkrétan te bevitt egy hullát, hallod, ezt nem hiszed el. És eljátszotta, hogy ő én nem bírom még egyszer megnézni, itt húzom. Nagyon akarom. Amit ott adott, azt most elveszi a másik kezével. Rio de Janeiroban egy nő hitelt szeretett volna felvenni egy bankba. Rio de Janeiro nyugati részén, Banguban egy kerekesszékes férfivel érkezett. Az ő aláírásával akart kölcsönhöz jutni. Megőrülsz, halott volt a férfi. Igen, és úgy fogtak kezét, és berakta a golyóstól, és mondta, hogy bácsikám, ugye aláírjuk most ezt, és akkor nem érzed itt jól magad, akkor visszaviszlek haza, és ilyeneket nyomott, de hát valami ott lett feltűnő a dolog, hogy a csávó feje állandóan így előre bukott. De akkor még nem volt meg a merevség, az jó hír. Igen, plusz túlsápat volt. De várj, ez azt jelenti, hogy friss halott volt. Igen. És azt mondta, hogy úristen, meghalt, hova? A bankba vele. És gyorsan elindult vele a bankba egy kerekes székkel. Hát, ha... Én nem tudom, lehet, hogy már úton voltak a bankba, és úgy volt vele, hogy... Ja, hogy úton voltak a bankba, és a pasi közben leadta a forgalmit. Meghalt? De ez a nagybátyja, vagy ami ilyesmi? A nagybátyja. És van róla videó, írja a Daily Mail, ott van! Ott van. Jó érzés megnézni. A nő folyamatosan felfelemelte a férfi lecsugló fejét, de nem sikerült meggyőzni a személyzetet. Az egyik alkalmazott meg is kérdezte a nőtől, hogy miért olyan sápadt a férfi. Nincs ilyen. Ez hú, nincs. Jó van, hát ilyen keveset van napon. Így van, most miért nem lenne sápadt? Hát kerekes székben ül. Végének a financiális változata van. Így van, Bernie. Micsoda film. Bernie, ez az új műsorszám, és húzzák a motorcsónak a Bernie. Imádtam, Hóbortos hétvégén zseni. A nő azt válaszolta, ő így néz ki, majd mondogatta az élettelen testnek, hogy alá kell írni a papírokat, mert ezt ő nem teheti meg helyette. Van ilyen, csupi. Ez létezik, hogy beviszel egy halottat egy kerekesszékbe. Én elindítom ezt a videót, engem simán. Ez érdekel. Így is van ennek hangja, Zsülci, valamit tudunk adni? Ne nézd oda, Eszter. Én már megnéztem. Esse idoso estava morto. Ez nem a hula hangja. Era um cadáver. No vídeo, a gente vê que durante o atendimento, os funcionários registraram, essa mulher pega na mão. Légy szíves, fordítsál portugálul? Azt mondtad, felsőfokod van, Eszter. Igen, portugál, igen. Hát brazil. Azt mondta, a bácsikám kért gyrosz tőlem. Nincs nálunk készpénz. Jöjjünk be venni fel készpénz. Sok gyrosz, mucho. Mão do idoso várias vezes, ou seja, na mão desse cadáver. Lenni neki zsigeri kiszabadulás. Zsigeri. Most kicsit maga alatt lenni. Színi a dokumento para liberar o empréstimo. Ott ül a csávó a kerekesszékbe, megőrülsz, ott fekszik. Ez ott fekszik. Igen, és mozgatta az állkapcsolat. Mozgatta. Magács Dániel színpadon a fabábúval. A nő az benyúl a tarkója mögé az embernek, és a tarkója mögött igenekre nyomogatja le a halottnak a fejét. Igen, ez annyira kemény. De ugye ennek a nőnek mi van a fejében, meg a lelkében? Mihez van? Mihez? Miért gondolod? Semmi durva nincs benne. Semmi, mert úgyis meghalt, nem mindegy. Hát nem. Ez téged elborzaszt? Engem az borzaszt el, tehát alapból az, hogy a nőnek biztos, hogy elvesztette a racionalitással való kapcsolatát, mert különben ezt nem próbálta meg. Tehát érted, hogyan? Hogyan? Az alkalmazottaknak gyanús nagyon volt a nő nagyon, ezért elkezdték filmezni, miközben ő folyamatosan úgy tett, mintha a férfi élne. Azt mondta, fogja erősen a tollat, és arra biztatta, hogy írja alá a papírt. A csávó halott volt. Ha nem vagy jól, bevihetlek a kórházba. Vissza akarsz menni a kórházba? Kérdezgetett. És itt megmozgatta jobbra-balra a fejét, hogy nem akarom. Ez nincs. De tudod, amúgy, ha igazán profi lett volna a csaj, akkor megnyúzza a faszit, belebújik a testébe, és úgy eljátsza. Én még tudod, mit vártam? Egészen morbid a videó, gyerekek. Néha a csaj elfordul, és ilyen lemélyített pasi hangon válaszol. Tehát, mintha a hapsi beszélne. Csinálta? Tudod? Nem, az sajnos nem, de akkor lett volna igazán profi. Hogy bácsikám, itt írd alá. De az online világban mi szükség van erre? Hát ott van az új lenyomata, miért nem azzal csináltad? Mi az ujjával ment volna be? Vagy hát mi? Nem, hanem csak kimeg a kocsiba a bácsikámnak aláírni. De képzeld, micsoda önbizalom, micsoda félelmekkel is szorongással való szembenézés, hogy tudod, hogy egy halottat tolsz be. Megragadod a tollat, megfogod a kezét, bólogatod a fejét, és mozgatod hátulról. És mi a lemondó nyilatkozat? Hogy az nem derül ki a hiből, mit akart aláírni? Hitelt akart felvenni. Igen, a halott nevére, mert ott már ugye úgyse tudja visszafizetni. Tehát meghal a bácsikád, unokatesód, mi tök mindegy. Beülteted gyorsan, betolod, és az az első gondolatod, hogy még egy hitel gyorsan, és betolod a bankba. Nagyon durva. Ela faz vários diálogos, ela tenta conversar com esse cadáver. Eszter? Ez már az alkalmazottnak a hangját kell mondanom. Attól tartok, hogy nem fogjuk tudni odaadni a hitelt, mert valószínűleg tartom, hogy az úr, hát szerintem alszik. Levanta a cabeça dele, que tá caída, obviamente está caída, e que acaba caindo para... A csaj néha fölnéz, közben megmozgatja a csávónak a fejét, és ott a papír előtte néz, és teszi át a tollat a kezébe, és a személyigazolvány ott az öregnek. Ezeket kell átküldeni Dopmáhez a dophitelért, nem? Vagy... Ott kapják meg. Jaj, most nagyba. Para outro lado, assim que ela levanta, pega de novo na cabeça desse cadáver. A mulher insiste e uma das funcionárias... Itt ugye elmondják, hogy van mi történt. A halott ugye ki van blőrözve, tehát őt nem látod, de a nőt látod, mint egy bábsziházban, néha ránéz a halottra, néz az alkalmazottra, ránéz a halottra, néz az alkalmazottra, zseni. De amúgy szerintem ők nem is rokonok. Valóságban igen? Szerinted? Igen, nagybácsi, az volt a hírben. Miért borzaszt téged el ez a hír? Engem? Azért, mert nézd meg a testét a bácsinak, hogy ő valószínűleg sokat hosszan szenvedett. Tehát, hogy ez egy most igen. Erre gondoltál? Aha. Lepörgött azért, a bácsi élet útja? Hát nem az, hogy azért eléggé durra meg van összeszakadva ez a bácsi, szóval egy nagyon vékony. Bácsi. Hát nem, ez hiszem egy hosszú tartós beteg bácsi, és hogy tudod, hogy így gondolj bele, hogy ez a nő ott eljátszotta, ott törődik vele, meg elkísérít az utolsó útjára, és akkor utána fog, és így ez egy hát hullagyalázás. Kézed bennem semmilyen nincs. Hát tudom, ezért fogjuk veled megcsinálni. Nem gesz. A bitcoin tárcát, bácsikám! A bitcoin tárcát! Mi a kód? Hol tartottad? Hard drive, hol van a hard drive? Hol a hard wallet? Bácsikám, a bitcoin tárca hol van? Binance, hol tartottad? Bitfinex, mondj valamit! Nem fogok aláírni nektek semmit, nagyon gyorsan beállítom a hullamerevséget, és közben próbálok kacsintani az OTP-be az alkalmazottak, hogy vegyék észre, hogy ők nem a rokonaim. Ha úgy fogsz meghalni, hogy gondoljuk, hogy meg fogsz halni, akkor alapból meg lesz a hullamerevséget, plusz alul nem lesz rajtam semmi, csak felső. Igen. És egy török kamionos lesz rajtam. Igen, és emellett pedig ugye a retinádat fogom ellopni, és azzal fogom majd feloldani a telefonodat, és persze, egy ceruzára lesz tűrve a szeme. Igen, abban fogom. Meg leszek halva, nem nyílik ki a Face ID-m. Csukott szemmel nem nyílik. Hogyne nyílik a szemem? Nem nyílik a Face ID. Akkor már retina-szkenner lesz. Ki kell venned a szemem, és bele kell raknod a Face ID-ba. De ott az új lenyom, tudom, mindegy, ki fogom nyitni, és utána print screen-eket csinálnak a keresési előzményeidről, és abba fogok meggazdagodni. Egy segítséget adok. A PIN kódom mindig 4 jegyű a telefonomon, és mindig egy híres történelmi korszakhoz, időszakhoz. 19-20. Trianon. Most miért kellett ezt mondani a Trianon? Nem is olyan, és már nézd meg kezével a telefonja. Dököljetek meg, elvettetek mindent tőlük. Veszem Versailles szemét. Olyan bonyolult számot nem tud megegyedni. 1222, az a legegyszerűbb. Ja, úristen, aranybulla. De most azt is miért kellett. Nem, ennél egy kicsit bonyolultabb. 56. 48? Jaj, de csak miért a Filippel találkoztál ebédre. Igen, azóta egy betűs kódom van, Petőfi, Alpra Magyar, ez a kódom, nem. Mindig egy híres történelmi időszak vagy dátum, tehát ha meghalok. Nem egy testrész lekódolva, tehát 4 betű. 4 jegyű lesz, ott lesz, csak üssétek végig. Az összes történelmi dátumot. Az Árpád-házi kihalás férfiága 1301 harmadik Andrástól. Nagyjából üssétek végig. A második világháború 1945-ös Nagasakira ledobott atombombáig az időpontokat. Tehát honfoglalás nem játszik, csak 300. Nincs honfoglalás. 895 nem játszik. Jó, rendben, István se játszik. Okay. Elárult a koppányt. Csúnya dolgokat, tehát nem szeretjük. Hát nem tudom, de Ágbil Gyula. Ott mi legyen egy felező? Történelmi pillanatok. Mit tegyek Rákvél Gyulánál? Szerintem itt fejezzük ezt a műsort. Nem fogunk így magasorra venni. Mit csináljak a Gyuszinál? Imádom a Gyuszit. Mit tegyek be? Érted? Ismered amúgy a Gyulát? Egy falábat? Tessék? Ismered a Gyulát? Persze. És halálosan röhög, hogy fél lába van. És ha fölteszed neki az a kérdés, hogy ma bal lábbal keltél, akkor isteni röhög. Ő egy nagyon. Ezt hallottam, de oké. Szóval, hogy ezt nézzétek a pinkó, így keresétek a pinkódomat. Jó? Ez nagyon fontos. Jó, rendben. Így tanulja meg a Benni egyébként a történelmet, ez igaz. Mindig próbálja kitálni, és mindig megtalálom, mindig beüti a kódomat, rájön, és mindig mondom, hogy a második világháború vége, az első világháború vége, a nem tudom, Eger bevétele, a nem tudom, az aranybulla megújítása, a második Nagy Lajos, Károly Róbert ekkor kezdett uralkodni, 1308, érted? Első Nagy Lajos. Diósdi nagy égés. Zsigmond, mondom, Mária Terézia 1740, tanuld már meg, 1780-ig uralkodott. Sose lesz nincsen pénzed a pártól. 1452 Mátyás király trónra került, tanuld már meg végre. Érted? És ezeket beütöm, és így megtanulja a gyerek. Tehát ha meghalok, és bevisztek a bankba, arra gyertek rá, hogy mi a 4 jegyű történelmi kódom. De te, mint összeesküvés elmélet hívő, neked van egyáltalán bankfiókod? Nem én készpénzben tartod, ilyen kapszulákban a pénzt. Igen, valamennyit tartok bankban. Mit tudom, maximum annyi, amennyi kell egy megkizéshez, vagy mi? Hát a Csányi úrnak ott valami legyen a szingapúri alapban. Na jó, oké. De akkor a többi pénz az hol van? Hol kell eltolni, csak 1351. Mi történt akkor? Add ide a telefonot. Megújították az aranybullát. Add ide a telefonot. És csak annak, hogy megjelent, azt mondja. Már felírta az összes kódot, ami lehetséges. Az első szám az 1-es. Idáig meg vagyunk. Most azt hiszem, Buda visszavétele a török ostromtól. Igen, sokkal jobban érdekelnek a képek, amik a telefonban vannak. A fotókat akarunk. Hát ahhoz meg kell mondanod, mikor foglaltuk vissza Budát a törököktől. Jó, csak ide. Nem tudja senki, nem tudjátok így. Feloldom, és csak addig fogom pörgetni ezt a sok hány fotómat. Mi van a történelmi műveltségetekkel, humánkái? Nincs el? Oda van. Oda van? Várja, Terézia, hova tesszük? Nem tudjuk ezt sem? Őt sírjába vissza. Hogy takarjátok írni a telefonba, ha nem tudjátok, hogy 1780-ig uralkodott Mária Terézia? Hát nem beszélünk a fotókról a telefonon. Nagyon tereszt. Nincsenek péniszfotóim. Rózsaszín kontent van? Amilyen rózsaszín kontent? Hát amikor tudod, pörgeted végig a sok fotót, és hát csak észreveszed, hogy sorban egymását van 8 kép, hogy mindegyik egy kicsit rózsaszínes tud. Az erre Laci telefonját ajánlom. Na ott látsz csodát. Oh! Hát, hogyha a stábértekezlete vagy a stábulin előveszünk a telefonokat, Lászlóét tanácsolom. Tanulságos? Szerintem sokkal több izgalmas fotó van benne, mint az én telefonomban. Én nem csinálok. Gyerekek, szóval én egyébként azért nem tartom ezt borzasztónak. Persze szörnyű, hogy egy halott, meg szörnyű, hogy ez történik, de hogy valójában olyan, mintha az ember tényleg teljesen megőrült volna, és nekik ez a színdarab jutott, hogy ezt játsszák el. Tehát, hogy erre így tekintesz, akkor valójában mindenki megbolondult, értitek? Megbolondultunk, ő betolja a halottat, és a bólogat a fejével, és eljátsza a hubortos hétvégét. Meg mindannyian megőrültünk, csak neki ez a mozi jutott. Ő nem kapja, de fizetést, ugye? Igen. Igen. Itt van még a dímon? Nem, a rezsidímon. Rezsidímon. Üztél már a rezsidímont, Eszter? Nem. Én még sose. Haló? Haló? Fruzsi? Sziasztok. Hello, Fruzsi. Igen, itt vagyok. Sziasztok. Mi a helyzet, Fruzsi? Minden rendben, köszönjük szépen, jól vagyunk. Mit fizettél be éppen? Egy gázszámlát. Oh. Összege? Oh. Mi lehet a Balázs pinkódja? Hát, nem tudom. Hát ez nem sok, Fruzsi. 1948. 1900. Dehogy is. Nem. 48. Amúgy 15.677. Az nem lehet a kód, mert 4 jegyű. Nem, annyit fizettél. Annyit fizettem, az volt az előbbi kérdés. Jó, akkor gratulálunk, kifizetél a rádió, hogy neked ezt a számlát, Fruzsi. Jó? Köszönjük. Ez egy gázszámla volt, és akkor a Rádió 1 az visszaadja neked a pénzt. Gratulálunk, ügyes vagy, nagyon sokan küldtek számlát, úgyhogy szerencsés vagy. Puszi. Köszönjük szépen. Ciao. Hello. Szia. Egész nap megy a játék, gyerekek, este 8-ig óránként hívnak valakit a műsorvezetők, és visszaadjuk a már befizetett közüzemi számla díját, mert ilyen rendes a Rádió, egy meg szilárd a könyvelésről. Ő nem tudom, hogy benne van, én nem így ismerem. Nem tudom, mivel vették rá erre, de nagyon sok pénzt fizetünk ki arra, hogy nektek jó legyen, úgyhogy este 8-ig játszunk, jó? Úgyhogy küldözgessétek a számlátokat. Hát ennyi. Na. Nagy Lajos. Nagy Lajos, 1308-tól 42-ig, nagy első ülés 1342-től. Lenyűgöző, ezt tudod, de bezzeg más semmi. De a biológia az teljesen off. Az is off, a matematika teljesen off. Károly Robert 1308-tól 42-ig Anzsú. Első Nagy Lajos 1342-től, ő újította meg az aranybulát 1351-ben. Imádod ezt. Köszönjük, sajnos lejárt az időnk, kiintegetsük. Kapjátok be. Na, hogy lett vége ennek? Hogyan lett vége te ennek? Megmondom én, hogy lett vége. Hát sikernap. Csak mondom, patkány. Patkány. A patkány. Ott van a patkány. Hogy lehet a patkány sikeres? Hát ez egy jó kérdés, patkány, hogy. Ugye, rossz a PR-ja. Rossz a PR, ennyi betegségeket terjeszt, rákcsáló, nem jó. Hogy teheted egy sikernapra? Tényleg így van, ezt én sem értem, hogy miért a kínaiak miért mondják ezt, hogy ott van patkány. Ott van patkány. Eszter eldőlt, gyerekek. Nézzetek már szét. Érvégeztek. Akkor van egy csalagom, nem dőn úgy a potyka. Eltúradni, amoda hatra. Letúrnod, akkor van egy csalagom, nem dőn úgy a potyka. Na kérlek szépen, hogy mi a többi. Mondom én, szerintem Kampó. Kakil. Jézus Isten. Hogy lesz ilyen rohadék egy nőnek, nem mondjuk ezt. Nyissatok ablakot, most mindennek vége. Elment kakilni. Az óriás. Hol van? Nem tudom. Pánikrohama van. Nem szorong, tudom. Sír. Alszik valahol. Eszik, lehet, hogy elaludt pihen, valahol. Lefeküdt, elájult. Túlszorongja, nagyon fél, remeg. Mosdóba van, megmossa biztos az arcát hideg vízzel. Hideg vízzel mossa az arcát. Jó indulatú Anna. Szökőkúttal láztatja a sunáját. Hát még. Vécében van rádió, tehát hallja, hogy most beszélünk. Ráskó Eszter. Halló. Feltűnően ronda kisfiú várja anyukáját a hullámedencénél. Ráskó Esztert várják a megszólalásnál. haló, Ráskó Esztert, anyukája várja a hullámmedence mellett. A strandjári főbejáratánál. Én azt hittem, hogy vége a műsor. Én azt hittem, hogy vége van. Én elindultam hozzá, és a taxi. Ez mattom van. Meghalok tőle. Elmondom neked, hogy 9 óra 11 van. Van itt még egy órácska. Ott a potkány, te elmentél már haza. Tudod, mi ott meghallani kint? De ezt most beszéltünk, hogy mi van? Elindult, szökik, elment. Na, nem menekülünk. Hallod, figyelj, ezt segít nem kívánom. Pitva fibrillációm letett a helyzet. De oda lép be a folyosón, vagy ki. Mennek ki fel, így van. Hallod, sziasztok mindenki, ez zseni. Hát jó, hát figyelj, el lehet indulni most is, nincs ezzel baj. Szóljál, kisebb pénz mondjuk, levonás. Kicsit levonjuk a gázsit, aztán mehetsz, hát itt a taxi induljál, nincs ezzel baj. Ez adrenalin flöcs. De most mi van akkor, most mi beszélgetünk? Van még egy rövidke. Zseni vagy. Ja, nagyon jó. Nem lehet csinálni egy ilyen imádom, amilyen vagy. Úristen, ugyanez vagyok. Ugyanez vagyok. Semmiféle előjogunk nem lenne arra, hogy itt tartsunk, ahol tartunk. Nem, nincs. Teljesen szét vagyunk esve. Teljesen, és mégis valahogy funkcionálunk. Igazából éhen kellene hallnunk, vagy szomjan. Valamiféle... Valami nem történik meg. De a fizikai törvényszerűség alapján nem szabadna már életben lennünk, mert képtelenek vagyunk megoldani, és mégis menedzseljük. Igen, és te is fölállsz a színpadra, és megírod, és ott vagy, és odaérsz, és letolod, de közben a teljes szétesés. Simán elindulsz. Annyira élet. Ez nem egészséges dolog. Hát igen, ez nem az. Annyira adom, amilyen vagy, tök egyformák vagyunk, teljesen lebegsz. És mégis mennyire mások, nem? Tehát, hogy mégis te vagy itt mosolyogva, energikusan, élvezed az életedet, jó kedved van. Ahogy megrágott rágó egy ilyen keleti pályaudvari talpon, úgy érzem magam. Azért tudom, hogy mibe vagy, mert azon a kanapén nagyon sokat feküdtem, ugyanígy, éreztem, hogy a Feri és a Jani próbált életlehetetlenül velém, hol a Feri jött oda, hol a Jani jött, és az, hogy tarts ki, Bali, meg tudod csinálni. És bevánszorogtam, és letoltam, nagyon sokat feküdtem ott. A klasszba is ezen, amikor megláttalak reggel, mondom, ott fekszem. Ott fekszik a női kiadásom. Tehát, hogy egy külső. Bármilyen állapotban vagy, tudom, hogy milyen állapotban vagy. Tehát, és neked mi volt az, ami az éjszakai forgatás, vagy mi? Amikor sok forgatás volt, amikor úgy voltam lelkileg, amikor ki voltam, tehát azért a 15 év azért sok mindent tartalmaz ám, és ez nem csak a munka. Tehát, hogy ebben van lelki elfáradás, ebben van család, gyerekek, szülőértekezlet, tanulás, gondok, egy csomó minden, ami az ember megvisel. Volt, hogy szülői után itt feküdtél egész délelőtt? Hát a szülői után nem, de volt olyan, hogy elfáradtam a hétvégében, mert mondjuk mind a két gyerek beteg, az egyik, mint tudom, 8 éves, a másik 3, és középfülgyülás, és nem alszol, és stresszes, és ideges, és úgy feküdtem, mint reggel, hogy meg akarok. De a forgatások után is, amikor tévé, rádió együtt, meg tudok halni. De hát ez nem baj, tehát ez abszolút. Egy dolgot magyarázzál, hogy miért léptél rá úgy, hogy nekünk nem köszöntél. De mindenki elment innen, kinyitotta a tárgyéromat. Hát akkor mindenki már elment. Nyugodtan, hogy jó, hát végül is akkor vége van, de hogy furcsa is volt az egész, úgy nem tudom, hogy ezt szerintem csak így kizumoltam, tudod? Igen, kicsekkoltam. Kicsekkoltál, nincs ez. Na, örüljetek, hogy vissza tudtam még fordulni, jó? Tehát most ez egész beszélgetés, akkor a taxiban hallgattam volna végig. Kézzed, milyen furát, így állsz elívve és hallod, Ráskó Esztert várják a mikrofon, és hol vagyok? Teljesen pszichedelikus, mi történt? És megmondál a vállát, hogy ez csak egy átverés, bejátszották előre fölvéve. Megint begombáztam. Meg vagyok gombázva. Ez a pszilobicin egyre jobban bejön. Pszilobicin, de rég hallottam ezt a szót. Szedsz valamilyen tudatmódosítót? Szedtél már? Erre a tudatra még szedni is valamit. Légy nagyon óvatos. Ebben a mentális állapotban nem igazán javasolt. Az egy zacskó mogyorós emendem volt, amit bevettem. Szerintem nem, nincs rá szükségem, mert félek, hogy megbomlik így az egység az agyamnak. Így is van elég baj, hát a toronyba nem kell ezt tetézni. Plusz nem tudom, hogy annak milyen a másnapossága, mert a PR-ról legalább tudod, hogy mi a kifutása a dolognak, de azért a mások. Volt egy haverom, aki egyszer csinált magának gombát, és úgy begombázott, mert nem tudtam, mi a mikrodózis, hogy 6 hónapig látta még a hangokat. Szóval, hogy 6 hónapig megmaradt. 6 hónapig voltak flashbackjei, igen. Ott az egy kilószámra mérte az anyagot. Mennyi volt? Amatőr volt. Nem tudom, mi volt, csak azt tudom, hogy nagyon megijedt, hogy ezt nem fogja tudni már így kiiktatni utána az életében ezt a flashbacket, és aztán utána mégis kikopott. De hát 6 hónap, tehát 6 hónap. Hát az nem mikrodózis volt. Hát ez olyan szinten elveszi az önbizalmadat, meg a megőrüléstől való félelem, meg egyáltalán, hogy én szerintem konkrétan egy erősebb presszókálitól tudom ezt produkálni magamtól, tehát nem nincs erre így nagyon kapacitásom. Ja, nem játék, persze. Tehát az LSD a gomba, persze az a jogos. Senki ne próbálja. Ne dolgozzatok, sokkal több mindenbe tönkre lehet menni, sorolom. Igen, szorongjatok, igyatok alkoholt, dohányozzatok, ez mind legális, és mind megengedett, úgyhogy ilyen. Így van. Tehetségkutató műsorok. Kisállat örökbefogadás. Szülői értekezlet, az is benne a top 3-as prioritásomban. Gyereknevelés. Strandszezon. Alácuzánben, amit csak el tudsz képzelni. Minden gyerekek, minden benne van. Na jól van, oké, akkor még valakinek kifizetjük a számláját, ugye? Uh-huh. Gyűjjék a rezsidémon! Gyűjjék a rezsidémon, akkor még valakit hívjunk föl. Jó, még valakinek, akkor tegyük boldog napját és hívjunk föl valakit. Hívjuk fel, volt általános osztályfőnökömet. Úgy érzed, hogy szüksége van rá? Marika néni, megmondtam, nem kell a matek. Valami hasonló. Igen. Na most ébredtem fel. Mondjuk időben. A futás volt amúgy szerintem, ami felgyorsította a metabolizmust. A futás volt amúgy. Már tudom, mit csináljátok a csapatépítőn. Futunk? Futunk? Mindannyiatokat bedobáztak. Vegyetek már nekem egy futógépet, úgy szeretnék egy. Én odaadom az enyémet. Hát nem az enyém, a Vikinek vettem, de nem annyira használja most, mert ha lemond róla, neked adom. De neki olyan van, ami ilyen madárshúlyúaknak van kitalálva. Nem, az egy profi gép. De ha elviszed, a tiéd lehet. Majd kérdezzek a Vikit, de szerintem ő se használja. Nagyon szépen segítő jellege, majd valamikor ad vissza, ne hozz vissza. Megvárlak a parkolóban a kocsi. Kell, tényleg? Hát ha jó, simán kell. De mit csinálsz rajta? Alszol? Szárítok. Azért kell ráfekszel, pihensz, teregetsz. Mit akarsz rajta csinálni? Nem, van egy elképzelésem, elmondom az elméletet. Mondd az elméletet. Az, hogy nem tudok lejönni az adrenalinról, azért nem alszom ki magam reggelre, mert ugye előadás után még 2-ig fekszem az ágyban, mert ez régen nem volt gond. És arra gondoltam, hogy ha este még lefekés, hogy sétálnék, tudod, futógépen, de a Ferencvárosban nem merek ki az utcán sétálni. Szóval igen, értjük. Bár most találtak nagyobb összeget egy fatövében, ami lehet, hogy az enyém, mindegy. És a lényeg, hogy akkor hát az így lehozna, tudod, lehozna róla. Egy levezető séta. Vagyis séta. Igen, vagy futi, igen. Nem? Hülyeség? Nem, igen, kicsit. Igen? Szerintem nem, az jó, ha nem fut, mert a futással fölpöröksz. Mindenképpen szerintem maga az éjszakai mozgás lök valamennyit a vérnyomásodon. Fölviszed a vérnyomásodat, ez már az NMH bünti az előbbi LSD-s megszólásunkra. Ez már ilyen forró jön. 16,5 millió forintra büntették Balázsékat, mert kimondták azt a szót, algópirin. Szóval, hogy szerintem neked meg kéne tanulnod meditálni. Azt mondta a férjem, hogy beszéltél valami olyasmiről, hogy van olyan meditációs technikát, hogy 15 perc meditáció, hogy egész éjszakai alvást ki lehet váltani. 2x20 perc naponta, így van. 2x20. És az mit történt? Pucérnak kell lenni hozzá? Igen, és ki kell ülni a teraszra. Igen, és nagyon-nagyon sok vazelin kell hozzá. Jó, szerintem akkor ezt lehet, hogy tudom csinálni. Mondj valamit, ami nem vállalható benne, mi? Nem jó, ha éjszaka megint rász a futógépre, sétálsz, fölmegy, gondolkozol, tehát neked nem a fizikai leterheltségedet kell fokozni, mert le vagy terhelve, neked az elmeműködésedet kell lassítani. Nincsen elmefutógép. Neked az agyadat kell lekapcsolni, tudjál, hogy te nem a tested miatt nem alszol, így van. De az is fölpörög, mert elkezdesz rajta agyalni, amit hallottál benne. Jó, megpróbált az indián meditációt, az melyik? De aztán csak az eső esett egész ilyen. Miért mész el Urdiba az ásványkiállítás és auraporciózással? Mert umbappa meditációt csinálsz, amit a csiroki indiánok valamikor az irokézek mellett az apacsokkal. És így hol kötöttek ki a kaszinókban, ugye? Így van. És tök gazdagok lettek. Ezek a kommancsok hihetetlen. Mi az, hogy indián meditáció? Sokat fizettél érte? Nem, ingyen van a Spotify-on. Nem veszek ki, semmit nem veszek pénzért. Jöjjön az ingyen meditáció. Ilyen például a faxnak a hangja. Már meg kéne tanulnod. Komolyan mondom. Jó, de ez nem az van, hogy az így a... hogy ehhez kell egy ilyen... Az a baj, leginkább ezzel az a baj, hogy a nem alvás, az a szorongáshoz és túlgondoláshoz vezet, a túlgondolás meg nem alváshoz is. Ez egy olyan kör. Egy olyan körben tudsz bekerülni, amiből már nagyon nehezen tudod magad kirántani. Tehát mi az érdekes, hogy ez a kör nem volt addig, hogy nem kellett reggel rádiózni jönni. Tehát érdekes. A kevés alvás, meg leidőben. Én szeretném, hogy még sokáig gyere, én megmentelek ettől. Na és hogy fogsz megmenteni? Lemondja az összes föllépésedet. Hogy egy meditáció happy finissel. Vedd közle most mesztelenre. Rendben, Feri, menj ki. A Zsül nem zavar. Ja, engem akar védeni, látod? Nincs ilyen csaj, aki ére idegál. Rendben, menj ki. Köszönjük szépen. Mert tudom, hogy Feri, ez nála teljesen más lefolyású lenne ez a dolog. Jó, de az is lehet, hogy jobban aludnál. Tudja, hogy teljesen ártalmatlan vagyok. A lényeg, sártok tőlem, nem fél. Feri, azonnal menj ki. A velencei amorontó nem maradt a szobában, amikor itt ilyen dolgok történnek. Úristen, de beteg vagy. Na szóval tényleg ez lenne. Neked az elmeműködést kellene kikapcsolni, és az elmeműködés lelassítása hozná meg az álmot, az alvást és a valódi mély pihenés. Neked nem a testi munkát kell fokozni, hanem az agyi munkát kell lassítani. Istenem, hát nem ezt mondta a dietetikusom, de mindegy. Persze, mozognod kell, az napközben van, bunyózni jársz, boxolsz, csinálsz egy csomó, az megvan, azt jól csinálod, az megvan. És mi lenne, hogyha felszívnék egy csík ashwagandhát minden lefekvéskor, az jó? Az ashwagandha nagyon jó, igen. Fokozza, vagy csökkenti a kortizolt, a mellékves stresszhormon csökkentő hatása van, igen. Segítheti az alvást, de komolyabb bajban vagy, hogy az ashwagandha segítsen. De nem tudom, soha nem vettem be még altatót sem, meg semmi, mert úgy volt, ez a gyengéki az altató. Így aztán inkább szenvedsz, mi? Inkább szenvedek. Arra az alkohol az egyáltalán nem segít szerintem, mert hogyha én iszok egy egység alkoholt, akkor attól még tüzesebb leszek. És utána még el is akarom mondani a gondolataimat, amíg akkor támadtak, tudod, az egyáltalán nem segít. És keltegeted éjjel kettőkor a férjét, keljen föl, Péter, legyen kedves. Gondolataim vannak. A közösségi szobába. Meg akarok vitatni magával valamit. Péter, fáradjon a közösségi szobába. A tiszta szobában találkozunk, Péter. Nem, az alkohol az sem jó. Jó, akkor a kúp felé tartunk megint, azt érzem. Kúp? Micsoda? Kúp, mondom, Ike a gyertya, nem kúp. A gyertya. Abból felszívják gondnak ezek az aromaolaja. És nem a te a vécsesre gondolok. Na jó, adjuk oda a rezsidímot valakinek, azt hiszem, hogy folytatjuk. Halló? Halló. Halló? Halló, halló. Halló, halló, sziasztok. Halló, halló. Hello, hello. Adrián, hol vagy most az Adrián? Igen, nem. Jézusom. Hogy Adrián, szia. Hello, sziasztok. De mennyit kaphattál ezért életében? Jézus, de ezt sokszor hallottad? Az a baj, hogy nem ott vagyok. Ez nagy baj, nem vagy az Adrián. Te kis Adrián. Hol vagy most? Németországban dolgozom. Hát nem hiszem, hogy már nem tudunk itt inni Magyarországról. Mit fizessünk be neked? Németországban vagy? És kifizette egy... Hát igen, a nagy családomat el kell tartsam. Van 3 gyermekem, feleségem, minden. Atya úristen, 2 kocsi. Itthon? 20 éves autók. Aha. És ők itthon, te meg ottan? Hát igen, sajnos muszáj voltam, mert... München? Ugyebár otthon nagyon jó a pénz, aztán. München? Münchenbe vagy? Münchenbe? Mint a hétvégi hallgató Münchenbe volt? München, nem messze. Ja? Hú. Ez jó, és mivel foglalkozol ott? Igen. Hát ilyen hegesztés. Feleség. Na, te is hegesztő. Feleséged nem féltékeny, hogy mindent meghegesztesz? Nagyon. Semmi engedel. Ha bárki felhívhattál volna, és minket választottál, most már legyen mindegy. Mennyi volt a számla, Adrián? Imádom őket. Hát sok. Azért gondoltam, föl sem fogtok hívni. 600 000 volt. Igen, 600 000. 51 400 forint, azt hiszem, igen. Azt a minden. Na nézd meg, tehát milyen aranyosak vagyunk. Nagyon szépen köszönjük. Látod. Ne egy helyen költsd el. Én is puszilom a családomat. De aranyos vagy. Átadjuk neki. Hát nehéz ez így, nagyon nehéz, sajnos, de muszáj voltam kijönni. Hát főleg meg, hogy ott nőnek a gyerekek, igen, ez szívszorító valahol. Hát nem viccelj, pont 3 éves a legkisebb kislányom, vagy a legkisebb gyerek, úgyhogy már... Édesem, és mennyit tudsz hazajönni? Lemaradni. Mennyit tudsz? Hát igazából 3 hetet dolgozok, egy hetet hazamegyek, de... Ó, Istenem. Nagyon rossz, sajnos, pont a legkorszakábban lemaradni elő 3 és mondom 3 és a kislány. Na mindegy. Figyelj, és van ilyen FaceTime-osztok, vagy legalább videótelefon, vagy valahogy látod őket azért? Persze, hogy ne, hát örülök, hogy legalább az van már mai korban. De jó. Annyi értelme van a netnek, vagy hát... És nyáron haza tudsz jönni egy kicsit Szabira, vagy van egy kicsi... Hát majd augusztusban egy 7 hétre Balatont, vagy valami tervezünk, de hát azt is csak úgy, hogy reggel jövünk, este megyünk, mert a szállás is drága, ugye? Ezt hát valami töltök én velük, amennyi időt tudok, de hát nagyon nehéz ez így. Kitartás, mi ezt befizetjük, és akkor hát egy kicsit könnyebb. Nagyon szépen köszönöm, rendesek, aranyosak vagytok. Ciao, szia. Hello. Egész nap megy a játék, gyerekek, ilyen rendes rádiót hallgattok ti, aztán egész nap küldjetek el a számlát. Egyébként meg ez egy megható sztori, ez kemény, akinek gyereke van. Te sírsz, ő meg 3 hétig nem látja a családját. Egy nap reggel nem vagy a gyerekkel. Na. Azért hirtelen, hogy az ember rájön, milyen jó dolgunk van, milyen jó. Hallasz egy ilyen sztorit, hogy hoppá, micsoda fejbe kólintás. 3 hét ott, 1 hét itt, miközben nőnek a gyerekeid. És ez milyen fontos időszak lesz majd, amikor erre visszagondolsz, hogy nem tudtam ott lenni. De legalább lennék, tehát nem azért, mert tojtam rájuk, csak hogy nem tudtam mellettük lenni. Ezért ez egy nehéz sztori. FaceTime-on integet. Van benne felelősségvállalás, meg akarja, hogy jó legyen. És küldi haza a pénzt. És az életét áldozza gyakorlatilag ezért, hogy nem a szeretteivel van, hanem csinálja, és kedvükért. De és hazaküldi rendesen, hogy dolgozik. Igen. Istenem, nem annyira. szívderítő. Nem. Na megyünk, gyerekek. Tart a játék egész nap, jó? Küldözgessétek a számlát, a befizetett számlát, mi pedig akkor majd a műsorvezetők is óránként hívnak benneteket, úgyhogy legyen szerencsétek. Puszi, jövünk a hírek után. Adios. Itt vagyunk, 3-4-10 lesz nem sokára. Hello! Jól vagytok? Hogy eltelt? Elrohant. Elrohant. Na, jobban vagy? Megbusztoltalak. Hát én szerintem hazafelé el fogok aludni valószínűleg, de... és a taxis kelteket egy óráig, hogy megérkeztünk művésznő, megérkeztünk. Nem az Unicreditben fogok ébredni. Ezt itt írja alá. És mi mozgatjuk a kezed. Azt akartam mondani. Írja alá, művésznő, írja alá. Nagyon jól lehoztad ezt, ma nagyot küzdöttél, de kiléptél a komfortzónádból, és megharcoltál, 11-esekkel továbbítottál. Csak a zsiger is zsírt tartott életben. Ha nem tudnék támaszkodni, semmi nem lenne. Látod? Ilyen jó ez néha. Feri elmondta, hogy megint volt valami százalékot mérni, és ellepte a testét a zsigeri zsír, ezért akut fogyókúrába kezdett, hogy megállítsa a belső zsír további elszabadulását. Így van, amelyek tönkreteszik a belső szerveimet. Igen. Ez egy harc. Ez egy harc. Egy háború. El is indult az ételrendelés frontján újra. És milyen jó, hogy ti vagytok nekem, hogy mennyire megkönnyítitek ezt a harcot. De amikor megyünk majd kitelepülni, akkor már bikini badid lesz? A bikini zsíred lesz, vagy hogy lesz ez? Aha, rövid nadrágba fogok a színpadra állni. Amúgy a férfi tért kalács az azért... Szexia? Aha, igen. Tényleg? Én a nőit se tartom annak, igen. Komolyan? Egy női boka, egy vádli, egy kisúj, bármi, de a tértkalács, egy combelső, egy has, bármi tud szexi lenni. Bármi? A tértkalács az nem annyira. Szerintem a férfi tértkalács azok nem, az nekem. Tényleg? Igen, meg alkar. Alkar. Jézusom. A férfi alkar is nagyobb, meg az, igen, de nektek jó alkaratok van. De furi. Szoktam is gondolni erre esténket. Hogy elnyalogat. Egyet. Amikor nem tudok aludni. Viszem a kezem. Tudálkoztok, hogy nem alszom napok óta. Az alkaratokra gondolok. Szóval a zsigeri zsírről beszélgettünk meg arra, hogy Angliába betiltják a dohányzást, és hát ebben azért, hogy felfedeztem valamiféle kis orwelli jövőt, amit ti nem adtatok, mert azt mondtátok, hogy nagyon helyes, tiltsák csak be. Igen, van, mert az új nemzedék már nem fog vele találkozni, tehát nem lesz függő. Addig, amíg a zserbót nem tiltják be, nekem nincs bajom. Addig oké vagyunk. Onnantól kezdődnek majd a nehéz évek. Mutatjuk a nap legjobb pillanatait már. Balázsék legjobb pillanatai a Rádió 1-en. Aki 2006 után született, az nem vehet soha az életében dohányterméket. Ezt érted ezt? Nem, érted? Értem, de 2006-nál húztak egy vonalat. És ez minden évben változtak most? Nem. Ők most 16 évesek. Azt mondták, hogy aki nincs 16 éves, az nem vehet. És ezután bárki születik, ugye most már 2024-ben ő se vehet soha. És 25 évesen se vehet? Nem vehet, soha hát nem vehet. Meg nem értem, te érted ezt? Nem fog dohánytermékhez jutni. Semmi értelme nincsen. Mert hogy akkor most mi, de hogy akkor miért nem kaszálják el a dohánytermékeket, vagy ezt? De akkor megpróbálják megvárni, hogy meghalljanak azok, akik nagyon dohányoznak. Így van, és lesz egy generáció, aki már nem dohányzik azért, mert nem vehet magának cigarettát. Tehát 25 éves vagyok, de nem vehetek cigit. Nem. Ha 2009 után születtél, vagy 2009-ben, akkor bárhány éves leszel. Ez jó? Ezt szeretjük? De érdektelen vagyok a témával kapcsolatban, mert én is azért szoktam rágyűjteni, hogyha úgy van, főleg, hogy iszunk, ugye, de csak abszolút ilyen koszadohányzás, és nem veszek mondjuk cigit magamnak, tehát hogy annyira nem dohányzom, hogy vegyek egy doboz cigit. Ja, lejmolós vagy? Lejmolós, igen. A legszarabb fajta, de tényleg. A kedvenced, igaz, Feri? És a lényeg, hogy így igazából, hogyha nem lenne, akkor nem szívnám. Oké, tehát közben arra megyünk, hogy a füvet legalizálják. Igen. Ugye? De ez akár Németország, és akkor... nem szívás lesz, hanem rágás. Rágjuk, de mondjuk a cigit már te mondjuk Angliában nem tudod megvenni. És 35 évesen se tudsz majd cigit venni. Akkor se. Ha 2009-ben vagy utána születtél, akkor soha életedben nem. Tehát soha nem kerülsz olyan életkorba, hogy cigit vegyél. És eljön ugye az időszak, amikor a 2009 előtt születettek már meghalnak, de lehet zárni a dohányboltokat, hiszen nincs, aki cigit vegyen. No. Nekem oké. Oké a dolog? Nekem oké. Úgy is kitalálunk valami más, ne aggódjatok. De figyeljetek, mi alapján dönt az állam arról, hogy alkohol igen, cigi nem, fű igen, cigi nem. Tehát nem értem a... Tehát akkor vegyük el az alkoholt is, akkor vegyük el a füvet, akkor vegyük el... Vagy füvet vegyük el a... Tehát akkor az alkoholt miért hagyom Angliában? Tehát hülyére ihatod magad, lehetsz alkoholist, de eldohányozzál. Abból van a bevételük 90%-a. De a cigiből is nagyon sok bevétel van. Igen, de szerintem az egészségügyen vissza elvesztik azt, amit ugye. Miért az alkoholon nem? Az alkohol egészségügyi hatásai nem. Kicsit Orwelli. nekem. Szóval, hogy ez a... Tudjuk, hogy káros, oké. Felnőtt ember vagy. Megbízunk benned. Dohányzásmentes generációt nevelünk, fekete piacot növeljük, és mindenki ugyanúgy meg fogja venni a cigit. Tényleg leszokik erről valaki a dohányzásról? Vagy... Érted? Tehát, hogy mit, ez miért nem, egy nagyon vicces dolog. Miért nem hagyom, hogy te eldönts, hogy mivel károsítod magad, és majd aztán maximum fölemelem az árát. Érted? Tehát megmondom neked, hogy ne dohányozzál. Ez valahogy visszatolom a társadalmat valami nagyon gyerekbe. Legalábbis szerintem. Nem hiányoz, megszoknánk, hogy ez van. Persze, megszokod a bambuszfűtisztopát. Hogy a cigicsikek se hiányoznának, meg a cigifű se hiányozna, mert megszokod. És hogy ezek azért nem olyan lemondások szerintem, ami úgy igazán fájna. Na, a piából már nem engednék, érted? Azért, hogy a hülyére, tudod. De hogy és akkor a cigihez nyúlok, mert a cigivel szennyezek mást is, vagy a cigivel szennyezem a környezetemet, vagy ha én iszom, azzal én nem öllek meg téged, ha dohányzom, ott megölök magam körül még 3 embert. Tehát ott az égéstermék, ott van az előállítása, ott van a a cigicsikeknek a kezelésnek a kultúrája, ami nincs gyakorlatilag. Én mai napig látom, hogy kidobják a kocsiból a cigicsiket. Tudom, kiöntik a hamutartót, igen. Meg mit tudom, és hogy... Kuka mellett eldobva a cigit, nem érted? Ne, ott a kuka, pont tegnap beszélgettünk anyámmal, mentünk a kórházba, kórház mellett, érted? Ott a kuka, szétdobálva. Legjobb a cigizni a pulmonológiára. Igen. Szétdobálva a csik mellette, és nem érted, hogy miért. Ez a rendelkezés egész... egyébként, most visszatérve a cigihez, ugye nem nekünk szól, akik már dohányzunk. Ti dohányozhatok halálotokig. Így van, hanem azoknak szól, tehát azt a fiatalságot védi, aki azért fog rágyújtani, mint hogy mi is azért jutottunk rá, mert menők leszünk tőle, azt gondoljuk, nem leszel tőle menő, de hogy menők leszünk tőle, azt veszi el. Tehát radikálisan fog csökkenni azon fiataloknak a száma, akik menőségből rágyújtottak, és aztán benne maradtak ebben a sztoriban. Az egészségügyet biztos, hogy tehermentesíti, mert ugye vannak olyan országok, ahol nem a gyógyítás az elsődleges cél, hanem a megelőzés. Kíváncsi voltam, hogy mit tud a gép. Zoknit le, cipőt le, ugye mezítlábas. Jézusom, a lábúj körmédet is látták. Hát azt megpróbáltam takarni, plusz megfogsz 2 ilyen kart, és akkor így méred meg magad. Mér egy átlag általános súlyt, az tökéletes. Kiadja az izomtömegedet, menj el. Biztos, hogy nálad kiakad. Wow. Nekem azt mondták, hogy van izmom, mert én is meglepődtem ennél a résznél, de ekkor jött a fekete leves, ugyanis ez a gép kimutatja. A helyi kicsit nagyobbak, mint amire azt is tudtuk még ezzel. Borzasztó melanóma van a háta közepén. Az se zavar, hiszen én nem látom. Ugye? Sajnos rossz indulatú. Ezt a műsort még levezetheti fáradjon be az okozók járat. Az üszkösödés elindult. Vagy csak körömgomba? Na mindegy. Ne, itt jön. Na, itt jön. Meg maradszásról, meg nehogy te, ne is te, hogy kidőljél, hallod, ő állandóan hallnoklitek időz, itt fog ülni egyedül, néha jön a Viki az Anna, mi megcsináljátok. Lehozod, nyugi, lehozod, ugye? A zsír különböző helyeken raktározódik a szervezetben. Jajaj. Combon, fenéken, karon, fül mögött, arcon, kinek ugye hova jutott, de a legveszélyesebb. Jézusom. Ezt úgy hívják, hogy... Kell a zsír? Nem, de már kell van zsír. Elég. Igen, igen. Zsigeri zsír. Megint? A zsigeri zsír, gyerekek. Azt mondta a bácsi, hogy ha nem teszünk ellene valamit, akkor elérkezik az a pillanat, amikor egész egyszerűen hasra ránt a zsigeri zsíra, hogy megyek, érted? Annyi van. Hát, hogy elesel, hasadra esel. De van már, hogyha nagyon meleg van, akkor egy csíkot húzol magad után? Ilyen már van. Kiló kruplit ki tudok benne szűrni. A gyerekek meg mennek utánad és tunkolnak? Ilyen már szokott lenni egy kiló kenyérre? Apácska, menj még egy kört, olyan finomat tunkolunk. Még egy 3 kilós kenyér. Mi az? A zsigeri zsír, ami a hasadban, a belek, a máj, a epe, a lép körül lerakjókódik, érted? És ott vagy bent hájas. És ez zsíros. És azt mondta, hogy ezzel komolyan kell foglalkozni. Hát figyelj, az van, hogy az a kis diét, amit láttok, az a zsigeri zsír eltüntetésére. Olyan cuki volt, tegnap ment egy ilyen kis zacskó, és egy ilyen minikaja lebegett a szatyor alján. És erre kérdeztem, hogy Feri megint? Én csak ennyit kérdeztem, hogy megint elindul. Megint baj van. Megint baj van, haver. És össztömeggel nincs bajom. De sok a zsigeri zsír. A zsigeri zsír, érted? Mikorra tűnik, és honnan tudod, hogy eltűnt? Hát laposabb leszel, gondolom, vagy elmész egy újabb mérésre. Tehát, hogyha folytsz, akkor a hasadról elmúlik a háj, de a szövetekből, a belső szervek körül körbe a zsigerzsír is elkezd vékonyodni. Hát, igen, a legelső, amit ledobsz, az az egyéb helyeken lévő zsír, érted? Igen. A külső zsír, a bőr alatt lévő zsír. Még erre várok. Nagyon egyszerűen megmondom neked ezt. Zsírleszívás. Ne zabálj. De nem ilyen egyszerű. De hagyd abba a zabálást. De nem zabálok, hát láttad, hogy mit eszel. Fogyni akarsz? Ne egyél. A zsírégető gyakorlatok a legideálisabbak, hogy a zsírszövet közül eltűnjön a zsír. De mi az, hogy zsír, zsigeri zsír? Már a neve is olyan nagyon ilyen ijesztő, hogy nem? Hogy éjszaka valószínűleg megtámad a zsigeri zsír, és felzabál. Zsigeri zsír vagyok. Nem tudsz letenni. Te azt gondolod, ilyen hangja van? Nem. Mi hangja van? Zsigeri zsír vagyok. Szerintem nagyképűen affektál, és azt mondja, én vagyok a zsigeri zsír. Megzabáltam a gazdatestet, véget van, kinyírlak. De ha megöl téged, megöli magát. De ezt nem, nem tudja, ennyire nincs tudatánál. Biztosan valami más módszer is. Norbi! Halló! Próbálj meg kidohányozni magadból. Szívjál többet, egyél kevesebbet. Vidd a tüdőrák irányába. Megvagyunk. Terej! Ne szavard össze! Balázsi! A Rádió 1-en! Hát ennyi volt, gyerekek. Ennyi bizony, azért egy dolgot elfelejtettünk reggel. Visszakapcsolni engem a gépre? Nem, de nagyon jól állsz, hogy volt egy tegnapi fogadásunk, és egy 10-ecskével így nyugodtan ugorhatsz felém. Ugye a tegnapi BLS foci meccsek. Micsoda? Ez már megtörtént? Meg. Mi volt tegnap? Százat tettél arra, hogy 13-9-en nyer. Az Arzenál. De én ezt vissza akarom nyerni, dupla vagy semmi. Spari Fradi. Hát a Spari Fradi az jövő hét? Az jövő hét szerda, azt megbeszéltük. Igen. Hát az igen, fogadás de is nem mondtad, hogy mennyit, de megbeszéltük, hogy mennyit fogadunk. Még semmit, az még csak jövő hét, az jövő hét. Fogadjak, ha te a Sparira fogadsz, a Balázs a Fradira. Hát ott a döntetlen. Ahol valószínű nagyon. Jó. Azért ne árnyékolj, mert egy 10-ecskét nyugodtan dobjál az asztalra. Revolut lesz ebből, haver, revolut lesz. De hogy állnak a többi számok a játék? Fekete-fehér, igen, nem ezt nem. Ott Júli vezet egyelőre. Tessék, nőtársam? Holnap reggel megnézzük, hogy te hogy állsz. Jó, rendben. Én szurkolok Julinak, mert őt majd utána fogom legombolni, amikor hazafelé megyünk. Hogy megverni. Igen. Sose vernék nőt. Csak férfiakat. Gyerekek, akkor holnap, mi van most holnap? Gyűsz. Majd megleplek benneteket, mit szólsz? Jó, de egy tárca zserbóval. Jó, de gyűszé. Jó. Pihenjél, ha úgy érzed. De holnap, tudjátok, hol vagyok holnap? Valószínűleg hármas emelt hátra a kis kurachazára. Nem, a hétvégén nem lépek fel, holnap vendég leszek egy műsorban, wow, ahol majd rólata fognak kérdezni engem este. Megmondjam kicsoda? Na. Várjál. Mondjam meg. Hajdú Peti. Nem, az durva lenne. Bajer Zsolt. Bárcsak. Paláver. Úristen, hogy azt... Balogh Zoltán. Nem is érem megyek. Református lelkek. Megyek a Partizánba. Hoppá, Gulyás Marci. Na. Csókoltatom a Marcit, mondd meg neki. Átadom, úgyhogy ott leszek holnap. Ügyes legyél, mert ott aztán megszoringatnak kis csaj. Jó, ma ki kell aludjam magamat. Arra nagyon, szív föl magad. Jó, úgyhogy minden lesz. Na minden, elények, hogy kitalálom nem sokára. Jó. Rock and roll. De azért vártok, nem? Csak ne felejtsd, bármilyen kérdést tesz föl, és bármilyen ártatlannak tűnik, soha nem az. Ti próbáljátok magatokat halottnak tetetni a műsorban? Terej, amit csak tudsz, terej. Az első kérdéstől fogjál gyanút, és gyanakodj egészen végig. Én nem félek, az baj. Nem, én sem féltem, amikor oda mentem. Ügyes lány vagy. Tudom én. Előkerülnek fotók rólam. De hogy is. Ezekben a helyzetekben vagy a legjobb. Nem kell félni, oda kell menni tök bátran. Most mi van? Jó, de nem féltől egyáltalán. Főleg, hogyha még továbbra is én kiavatlan leszek, mint most, akkor így minden esély megvan rá, hogy mindenkit visszamenőlegesen örökre megalázzak magam körül. Na, ezt a tesztert szeretem. Így kell oda menni. Na, puszi nektek, holnap Tali, sziasztok, ciao. Hú, ez az adás nagyon ott volt! Balázs és Feri most elhagyja a stúdiót, és persze kivallagnak a kis Muglit is. Juli, Zsül, Anna, Laci, Viki. Na gyerünk! Kapkodjátok magatokat, kifelé gyerekek! Jön Györke Ati, és jönnek az igazi mai slágerek!